your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után, ne jól szólunk, 14 perce, jó reggelt kívánok mindenkinek, hello Feri! Hello! Most hallom a saját hangomon, hogy be vagyok rekedve. Nem hallottam, nem volt rajtam füles egy pár napig. Mondjuk úgy, igen. Nem volt visszajelzés. Elnyomt a dübörgés ozolán. Elnyomott a dübörgés, a hangkavalkád. Na mi újság van? Én megyek Mojitőre! A nagy színpaddát! Mojitőre! Gondolom ilyenek. Igen, azt is megjártuk. Szívesen mesélek róla, mert egyébként nagyon jó. Jó volt? Hú, nagyon. Ma elmondom, hogy hogy néz ki egy nyitó ünnepség, és akkor megértitek, hogy miért jó ez a fesztivál. Elképesztő. Amúgy nagy a baj, mert Bonnie M szól. Hát igen, valami olyasmi. Hallottam, hogy azért sok minden történt a rádió, de ekkora a baj? Nem. Szóval ez így lesz november. Az elmúlt 3 napban kompenzáltunk azért tegnap. Volt minden. Tényleg csak 4-et húztunk. Figyelj, mint egy álmok futom, mondom, Jani, biztos, adjad már, belefér minden, gyerünk. Tulajdonképpen egyébként igen. Szóval, igen. Hogy na, erről is majd beszélünk, de talán volna. De ígéretem ezt híven egyébként semmi durvulás. Nem volt durva? Rá, egyáltalán nem, olyan finom dolgokat húztunk be, hogy nem volt az égvilágon semmi probléma. Örültek neki egyébként a hallgatók. Nagy klasszikusok, kis felújítással, de az jó volt, semmi volt. Extra, még te is lenyelted volna szerintem. Szeretted volna. Azt, hogy menjen. Átment volna? Át. Egy gyakorlatilag 5 napja nem láttunk, most így ránéztem, hogy leültél. Nem vagy jól. Vagy nem tudom. Ennyire látszik? Minden oké? Okay. Biztos, hogy nem botoxolásom volt. Biztos, hogy nem fiatalodtam. Hát gyerekek, sűrű volt. Sűrű? Azt kell, hogy mondjam, sűrű volt, de hát a pihenés a barátokkal azért az elég sűrűre szokott sikeredni mindig. Hát ennek van értelme, nem? Úgyhogy igen. Tegnap értem haza, aztán már így elláttak feladatok, hogy ma már mit kell csinálni, meg hova kell menni, meg mit forgattunk, meg mi van. De jó volt. Ez a szokásos balcsi. Feljelentések vannak-e? Ne, teljesen normálisan. Teljesen normálisan vigattunk. Vagy feljelentés van, vagy kenőpénz. Csak kenőpénz, nincs feljelentés. Teljesen normálisan szállunk meg ilyenkor különböző balatoni helyeket, apartmanokat, társasházakat és egyébeket, ahol laktunk. De jól viselkedünk mindig, szóval nincs. Mert sok a foglaló. Persze, tudod, esti szóval beszélgetések és 9-kor már alszanak. Rettenesen sok lelépési pénzt fizetünk, titoktartási nyilatkozatokat iratunk alá, és minden, ami ilyenkor kell. Úgyhogy jó volt, az idő jó volt. Hát a hírek közben azért nem voltak annyira jók. Hát hallottam, láttam, olvastam, hát az nehéz erről mit mondani, ráadásul most mindenki bennünket hallgat abból a szempontból, hogy senkinek nem nyilatkoztunk. Persze, persze. Mondták, hogy majd csütörtökön. De majd összeraknak belőle valamit, most láttuk, hogy a legnépszerűbb bulvár lapó is, mindegy, hagyjuk is. Ő is összerakott most egy ilyen címlapos sztorit, miközben gyakorlatilag senki nem nyilatkozott a nem, ott volt egy Forbes cikk, ahol egyébként én a Tilával voltam közös fotózáson, és az most jelent meg, és ott szóba került, hogy mi lesz, ha nem lesz Frek, és kérték, hogy tippeljek, hogy lesz vagy nem. Én elmondom, hogy nagyon szeretném, hogy lenne, de szerintem nem lesz. És ezt most mindenki ebbe kapaszkodik, hogy mert ott legalább megszólaltunk. Aztán hallgattak minket, és abból is beleraktak abba 3 két fél mondatot. Igen, persze, abba 2 fél mondatot olvastam tegnap. Jó, de... Beat the bastards. Azért volt egy. Srácok, jogkövető állampolgárok, én csak sok sikert kívántam a munkájukhoz, és azt arra szerettem volna ráutalni, vagy utalni, hogy természetesen mindenki kapja meg a maga büntetését, amennyiben jogszabályt sért, és hogy tessék. Igen. Szóval figyeljetek, hát egyszer mi már ezt átéltük, nem? Nehéz ezzel mondani, mit csinálni. Nyilván mindenkinek kialakult véleménye van a dologról, meg azzal az egészen, ami történt, de majd adjunk még egy kis időt, hogy megszokjatok újra, és akkor majd holnap úgyis biztos van. Jönnek erre való kérdések, aztán majd válaszoljuk. Meg elmondjuk, hogy mit gondolunk erről, meg mi lesz addig, hát nyilván a hallgatóban is sok a kérdés. Még egy kicsit kialvatlanak újjon be Balázs valamelyik nap, abban a pillanatban megtudjátok az igazi választ. Ahogy betogom a gyeplőt, akkor megtudjátok az igazi választ. És kíván, ne rocker törpézzel engem le korán reggel. Köszi szépen. 4-7 van még csak. Sértegetetek az elmúlt 3 napban eleget. Jó, köszi. Hát olyan jó így oda úgy visszajönni, amikor látom, hogy semmi nem változott. Tehát megvannak a jó indulatú hallgatóink, a rossz indulatú hallgatóink.
Na, szóval, hogy... Így van, akkor rúgdosodok, amikor a földön fekszünk. Bravo! Nem, amit a földön, most Hajdú Peti fekszik, ahogy látom. A mély ponton van az élete. Hát, ha látom, én is olvasom. Igen, megkapcsolat a híreket. Csak nem tudjuk, hogy hason vagy háton. Hát, ahogy hallom a pletykákat, iparágon belül Kata nincs annyira mély ponton. Aha. Mert hogy jobban van. Nem, én fogom bedurantani. Jó, ne is. Nem, most kicsit vigyáznom kell, hogy visszatérek abba a kerékvágásba, hogy nem a barátaimmal beszélek, hanem egy mikrofonban. Hallottam ezt azt, hogy kivel van, meg hát hol van. Állítólag ugye sokat van a gyerekeivel, erre céloztam. Az fontos, az fontos, fontos. Én is sokat lennék az ikrekkel. Hallottam már iparági pletykákat, igen. Hogy kivel van. Jó. Na mindegy, szóval... Inkább az az érdekes a Péter esetében, ugye, mondjuk az, hogy a műsor szüneteltetni akarják, vagy nem akarják folytatni, azt oké, azt adom, értem. Az, hogy én megértem, hogy... Igen, igen, hogy azt nem. Tehát, hogy azt mondják, hogy nem, azt ő is elmondta egyébként, hogy ebből most vagy égbe megy, vagy a pokolba, a műsorral, az utóbbi sikerült. Akkor viszont nem a Wundersen volt, amivel a legkevesebb készül. Új rekord van. Féltem, hogy ha ez a Showtime tovább megy, akkor lenyomja. De nem, mert mi 10 vagy 11-et csináltunk. Úgyhogy bármikor szóba jön az éjszakai talk show, akkor már legalább ennél jobban jó, vagyunk. A TV2 XXL című műsorát senki nem tudja ugye überelni. Abból egy volt. Ahol csak a díszletköltségből össze lehetett volna rakni egy egész évad. És azt tudod, hogy a mai napig is fönt van az egyik hátsó épületen, a TV2-ben, annak idején valamelyik ember, nem tudom kicsoda, amikor leforgatták a műsort, csinált egy nagy kartonpapírt, amire így rá tudott fújni, hogy és valami szöveg ki van, kint ki van téve erről a műsorról, és azt azóta se festették le, hogy nem tudom, mi volt a műsor címe. Mi volt a címe? XXL. Ja, XXL. És az azóta ki van oda fújva, hogy milyen jó az XXL. Egyért belőle. Csabi, ma már nem kell lesz. Igen, ezt látom. Van, már megint itt vagy. De az öregek szóltatok neki? Vagy bejött biztonság, hogy előkerülök el. Csabi. Nem, annyira élveztem. Nálad sose lehet. Azért, ha megígérem, hogy jövök csütörtökön, jövök, bár azért itt botrás éjjének kerüljek elő, de ha nincs mit mondani, szóljatok itt. Jó, köszönjük. Megbízható alapember. Hogy beleszokott ebbe a reggelezésben, én szerettem. Jó is volt. Kicsit titkon reménykedett, hogy ma nem jelenek meg. Megint elmondhat egy jó sztorit. Megtalálnak valami fesztiválon betakarva. Valamivel. Valamivel betakarva, igen. Úgyhogy, hát sok minden történt, de akkor majd erről később beszélünk. Na, volt a mozorán megint, képzétek el. Újra el kell mondanom. Hogy megint a kukoricáson keresztül mentetek be. Nem teljesen legálisan. Egy kvaddal a hegyeken át. Teljesen jól jutottunk, mert meg tök jó fejek voltak a szervezők, mert összeakadtam az esemény kitalálójának a fiával. És mi nem tudtuk, hogy a fia odajött hozzánk, bevittek minket, karszalagot adtak, tehát nagyon-nagyon helyesek voltak. Nem olcsó ám azért ott a heti jegy, nem tudsz napi jegyet venni, csak heti jegyet. És van ennek az egész fesztiválnak egy nyitó ünnepsége, ami arról szól, hogy egy völgyben van maga a fesztivál, és 10 000 ember ül a domboldalon végig, és egy kordonnal elkerített rész maga, ahol a nagy színpad rész van, az a fesztivál helyszín. Te ülsz a hegyen oldalt, meg hát lent áldogálsz, és bent van egy óriási mágia. És minden évben a fesztivál azzal indul, hogy meggyújtják ezt a mágiát. De ezt úgy gyújtják meg, hogy először ilyen gólyalábakon táncoló emberek pörgetnek mindenfélét, közben szól egy pici zene, és a 10 000 ember tapsol meg éneke. Elképesztő látvány. De ők tudják, hogy ezt ők csinálják abban a pillanatban. A gólyalábasok? Igen. Nem, hát csak de ők direkt vannak ott. Ők direkt vannak ott. Majd amikor hol kicsit... Hol a tökömbe vagyok? Ilyen sok ember itt. Rég a lábam, rég a lábam. Majd amikor ez így vége ennek a gólyalábas, nem tudom milyen táncnak, akkor jönnek kapuírások, ők táncolnak, majd a hegyről megérkeznek fáklyát hozó lovasok. Beözöllik a fesztivál területén, mit tudom, 15 lovas, agancsjelmezben, mindenféle ilyen állarcban, de ilyen hihetetlen hangulat. Közben ilyen brutális dobokat ütnek már a színpadon, amik ott körbe lovagolnak, ég a tűz, és meggyújtják ezt a fáklyát, majd adott pillanatra ez a 10 000 ember, aki a fesztivál körül van még, és nézi a dolgot, az egyszerre befut a nagy színpad elé, de nem hiszed, de rohan mindenki. És megverik a lovasokat. Igen. Elkapják a lovasokat, lerángatják. És elindul az első fellépő, és így nyitják meg az egész fesztivált. Hát ezt így végignézve, én már voltam ezen a fesztiválon, csak nem láttam ezt a nyitó ünnepséget, tehát ez szenzációs. Nagyon-nagyon jól néz ki. Aztán megjelenik az ozarai polgármester, lobogtatva a szerződést, hogy sokkal kevesebb decibelről volt szó. Igen, plusz tüzet rakni sem lehetett volna. Szerintem egyébként ők örülnek neki. Tehát, hogy valószínűleg én is azt hiszem, meg ozarát felrakta a térképre, elég erőteljesen ez a
ez a fesztivál, annak ellenére, hogy amúgy egy gyönyörű helyről van szó, tehát egy nagyon szép adottságok rendelkező kis település, tényleg érdemes oda elmenni akkor is, amikor nincsen fesztivál, de maga a fesztivál az nagyon sokat használ. Igen, és azt olvasom, nem tudom, hogy igaz-e, hogy 10 vagy 12 évvel ezelőtt a fesztivál kitalálója csinált egy bulit a barátainak. És így kezdődött. És ez az egész... És még mindig nem mentek haza. És ez az egész fesztivál, ez így indult. Ez így indult, hogy egy buli volt, és évről évre aztán elkezdett fejlődni, ma pedig oda jutott, hogy elképesztő, ahogy kinéz meg ami ott van. Tök más, mint a Sziget, tök más, mint a Szán, teljesen más. Helyi maradt, meg kicsi, tehát úgy maradt, nagy a rendezvény nyilvánvaló, de hogy megmaradt ilyen barátságosnak. Megmaradt ilyen barátságosnak, és nincs üzletileg úgy eladva, aha, hogy nincs bent hiper, nincs bent multi, nincs Vodafone, nincs lehet Tesco. Lehet még készpénzzel fizetni, vagy már is kártyás. Lehet készpénzzel, meg tudsz venni ételt, italt, vannak mindenféle ilyen kézműves dolgok, ilyen kiállítások, festők, meg nem tudom, de semmi nincs brandingelve. Aha. Tehát nincs az eladva, hogy nem tudom milyen Telenor sátor, meg Tesco színpad, meg nem tudom, Vodafone sátor, semmi. Tehát mindenből kimarad a multi. És az a lényeg, hogy senki nem szemetel, és mivel tök tisztaság van, itt te se szemetelsz. Tök érdekes. Még te se. Nem úgy érte, hanem hogy az egészet valahogy sikerült úgy megőrizni, hogy lenézel a földre, és nincsenek tömények, üvegek és csikkek. Kapsz egy ilyen kis, nem tudom, ilyen kis őrzőt, ilyen műanyag flakot, abba kell tenned a csikket, hogy ne dobd el. És az a pszichológiája, hogy ahol kosz van, ott már te is eldobod, mert nem zavar, mert úgyis kosz van, összeszedik. Ahol viszont nincs, és itt nincs, akkor az a szellemiség ragadás, hogy te se akarod eldobni. Nem szemetesz, mert ciki vagy. Ugyanis tökre nincs kosz. És tökre nincsen szemét sehol. Persze mennek is fejlámpás manocskák, akik azért szednek össze ezt azt. De valahogy az egésznek a filozófiája az, hogy én se te se. Úgyhogy nagyon érdekes. Nagyon érdekes az egész egyébként. De voltál, nem? Mert te ismered. Zsül ismeri. Zsül, ahogy pörgött az orán. Igen? Azt mondja, hogy nagyon. De ugye, hogy jó? Na, elképesztő, jó? Elképesztő hangulat. És ez egész egy házi buliból. És ez egész egy buliból indul. Tök igen. Jó. És ma már ott van 10 000, egyébként nagy rész, mint 9 000 külföldi, és mondjuk 1 000 magyar. Tehát sok a külföldi. Sokkal több, mint a én magyar. Gondoltam, hollandok, német, ne, hollandok, németek, magyar. Franciák, igen, sokkal kevesebb és magyar van. Itthon inkább a Sziget, a mit tudom én, a Volt, a Hegyalj, a Szánt. Fellépő is szinte csak külföldi van. Van magyar is, de nagy rész azért külföldi. És megleptél. Én azt hittem, hogy ez egy tök élő magyar zene, világzenei fesztivál. Színpad, drum and bass, hát minden, nagyon klassz. Nagyon ez nagyon jó, ez nagyon jó kis szellemiség. Igen. Érdemes egyszer megnézni. Szemétszedés, de nem egy sound. De hogy más jellegű, hát figyelj, annak idején egyébként a Sziget is így indult, tehát hogy... Igen, hát abban 2400-an voltak az első Sziget, azt hiszem, vagy valami ilyen szám volt, most meg beszélünk a Moni ott volt az első hármon talán, amikor még ugye Diák Szigetnek is ízlek, hát és akkor mondta, hogy reggelenként így hajnalban, amikor felkelik, láttak, hogy Müller Péter ott mászkal a sátrak között szedi a szemetet. Igen, hát igen, de ők ott saját kézzel szedték a szemetet. Igen. Azért most már azért ott nem ott. Most nem. Ott nagy meló lenne. Ilyenkor szokott jönni a rock, írja egy hallgató. Na hát, arra várhatok. Drága hallgató, annak most itt. Annak most itt vége. Na, ismételjünk egy picit. Ki volt? Csabi volt tegnap, ahogy hallottam? Jó, Csabi volt. Ügyes volt. Hiába mégiscsak ezt csinálja. Azért volt érdekes, ugye, hogy azon kívül, hogy a következő számot küldöm mindenkinek, tud-e mást a Csabi, ugye ezért érdeklődtünk. És tud. Igen. Úgyhogy aranyos volt, de egyébként nem ő lesz a főszereplője az ismétlésnek, hanem Brazíliát hívtuk föl. Hamarosan kezdődik az olimpia, és van egy lány, aki 15 éve itt él Magyarországon. Capoeira mester most már, azt hiszem, vagy ilyen nagy... Pimentának hívják, és hazament. Nagyon, és akkor azt kérdeztük tőle, hogy igaz-e az a sok hír, amit a favellákról, meg a közbiztonságról lehet hallani. Hát és. Képzeld el, igaz. És ráadásul igaz, és tegnap például láttam nyilatkozni a madarat a televízióban. Egy arról, beszélő hogy madár. Ilyen, igen, egy beszélő madár. Egy sárga rigó. Nagyon sok itt a verém. Nagyon sok. És a lényeg az, hogy az olimpiai fajokból uralkodó állapotokról beszélt a madár, és mutatok felvételeket is. Hát eléggé le van pattanva a hely. Tehát, hogy elég fura. Elég fura. Úgy, a Zsolti elég sok olimpián volt ott, hála a jó Istennek, sikeresen is, és hát mutattak ott képeket, mutattak videófelvételeket, amiket ő készített, hát ott vannak azért problémák már most. Olvastam én is, hogy sok minden van, igen. Na jó, van, meghallgatjuk. Dombi, milyen volt? Jó volt? Jó. Hát, szokásos, igen. Készült, zenét hozott.
megőrülsz. Olyan pop karrierre tört. Azt tudom, azt a zenét nekem is átküldtem. Mm-hmm. Nagyon vicces. Többször kérte e-mailben, hogy válaszoljak rá, de sosem mertem válaszolni. Kicsi az e-mail fiókon, nem jött át igen, a zene. De hallott, hogy nem vagy három napig, úgyhogy meg is lett rögtön a rés a pajzson, és becsúszott. Nem ő volt az igazi probléma, nem Kózsó. Atya úr. Köszönjük, Laci. Játékkal, hogy állunk? 2-1-re vezetünk, azt hiszem. Vagy a hallgató. Nem kellek én ide. Persze, nem kellek én ide. Nem, a hallgatók vezetnek 2-1-re. Te jössz. Ja, a hallgatók vezetnek 2-1-re. Akkor rendezzük a sorokat. Na, mutatjuk, mi történt akkor veletek tegnap. Aki játszana, jelentkezzen játékra egészen nyugodtan a jól megszokott módon SMS-ben. Mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. 2 perc, szóval pontosan 6:30. 6:45 múlt, pontosan 7 perccel. Nem elég baj, hogy visszajöttél, még a zene is szar lett. Gyerekek, azért nem halljatok mindent a nyakamban, nem baj, kicsit örültök azért. Nem, a zenéről nem tudok, a Boniemhez közöm nem volt. Örülnek. Tisztelek, becsülek, szeretlek, Balázs. De hazudjuk, hogy azt mondnám, hogy örülök, hogy visszajöttél a héten. Nincs még valami dolgod? Hajd a kicsit kibontakozni. Ilyen is van, és olyan is, aki azt mondja, hogy de jó, hogy visszajött, akkor most a másik kettő menjen el. Igen, hosszan. Igen, hosszan. Elmegyünk, nyugalom. Gyerekek, nem is volt sok, hát három nap. Most nem egy hétre, vagy két hétre mentem. Hát most te jössz hétfőtől, Jani. Sok volt, vagy soknak érezted? Lassabban telik az idő, nincs Bali. Bali egy jelenség, fényt visz az éjszakában. Velem az idő is gyorsabban telik. Így van, és milyen szép, hogy ezeket te mondod. De kicsit, hogy az idő belassul, de most már itt vagyok. Kocsort belterületén a 49-es főúton 2 napja nem működik a vasúti átjáróban a jelzőlámpa. Valamint van egy 3-as karambolunk a Pesti úton befelé, a Kucorgó tér után. Van ilyen, hogy Kucorgó tér, vagy szivatnak? Nem, van. Kucorgó tér? Igen, oda kucorogsz. Oda kucorogsz a tér, igen. Tápió Szecső belterületén egy teherautó az oldalára borult, katasztrófa védelem rendőrség tűzoltók a helyszínen, egy sávon váltakozom, megy a forgalom. Ezt Anita küldte nekünk, ez egyébként a 31-es főúton van. Na, nézzük meg akkor, hogy ki a 7/4. Játékosa. De jó így hetet kezdeni. Ugye? A 7/4. játékosa. Jó, most eljössz kétszer. Vagy azt is mondanám, a 7 utolsó előtti játékosa. Hát azért ez így egész más, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok! Szia! Évi, hello Évi! Sziasztok! Hello, honnan hívtál minket, Évi? Hát Budapesten dolgozom, de Sűrűsápol lakom. Sűrűsáp. És Budapesten dolgozom, és minden nap jársz be Budapestre, akkor értelemszerűen. Így van. Nagyon jó. Mivel foglalkozol? Ja, tipari csomagolás, ott készít csomagoló anyagokat a cég, plusz csomagol is. Ti vagytok a durrangatós fólia készítői? Húj, de szeretem azt, tudod, a puki fólia. Ó, mennyit játszottam gyerekkoromban. Évi, ki bejátszanám? Inger szegény gyerekkorunk volt. Janival, nagyon helyes. Hello, kétszer játszott a héten, hagyd békén. Nem. Tessék csak rámenni, tessék a Szabiról visszajöttetni, hagyni egy kicsit vintarázódni, nem ér egyből rám szállni. Persze, hagy akklimatizálódjon, hagy szokja a helyet újra. Hadd szokja meg, ha így hagy vagyok. Hagyja rá, hogy ez nem egy rémálom folytatása, hanem. Hát de ez a munka helye. Hadd pihenjek egy kicsit, Janival, nagyon helyes. Indítjuk is az órát, mehetünk, Évi? Jó, rendben, igen. Akkor 3-2-1, tessék. Sűsápi vagy Évi? Sűsápi, lettem. Lettél? Egy néhány éve, igen. Ott a vége! Hát ennyi! Hogy ide hasítasz? Nagyon hasítasz! Kollégáim ki fognak írni. Mi volt ez hang? Beleverted a fejed az asztalba? Nem, a kollégám dörömből a falon. Ja, azt hittem, hogy hirtelen a felüldülásban 4-szer lefejelted az asztalt. Azt mondtad, ez így nem ért. Hát... Évikem, nem volt egy hosszú játék. Nem. Hát ez nem. Nem, mondanám, hogy az volt, de nem akarok hazudni, mert hogy egy nagyon durva 3 másodpercig bírtad. Honnan költöztél Sűrűsápra? Budapestről. Na, hát legalább befejeztük a mondatot. Ennyi, igen, legalább ezt megtudtad. Figyelj, Évi, köszi. Annyi mindent szerettem volna, pedig a Janitól kérdezni, hát ez hihetetlen.
Sose derül. Sose tudjuk meg. Soha. Hát, nem. De megírom e-mailbe Janinak azért ezt a kérdést. Nagyon várja mindenképpen. Nem, nem igaz, nem 163, 165 cm magas. Nem az a kérdés. Így van. Na jó van, hát köszi a játékot akkor. Én is köszönöm szépen. Ciao, hello. Hello, hello. Hello. Viszont úgy lefetyelek, mint egy szomjas újfunlandi. Igen, úgy nyalsz, mint lesz. Igen, mikor az a tép. Most mi lesz, megbüntetnek? Sok kínség, mi elveszik a frekvenciát. Hát most hajrá. Sok sikert. 3 perc a pontosan, 7 óra jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban, a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A rádió. Első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. Újra hárman, kiegészülve, mint a 3 muskétás. Itt vagyunk. Itt vagyunk újra. Eltűntek a vendégműsorvezetők, és visszajött a rend. Visszajött. Igen, így egy hallgató Bali, hiányoztál, mint Dorotellának a gyerekkora. Hát így van. Visszatér Dátanyán Gászkanyból. Megjártuk a szokásos évi balcsit, de itt vagyunk már hosszú időre nem megyek el. Én sem. Azt mondja, hogy nézzük a közlekedéseket, végre egy ébresztő zene, Balit altatózzátok be, aztán jött a rock reggel, Peti írta. Gyerekeket, ez valamennyire rock volt, a legpuhányabbak közül, de rock volt. Úgyhogy próbáljuk azért. Próbálunk visszajönni. Azt mondja, hogy Sárospatak, Sárostor, Ajaújhely között baleset, rendőrök a helyszínen, a gyógyszeres küldte nekünk. Hegyeshalomnál komoly torlódás, mert minden autót átnéznek, 20-25 perc a várakozás. Akkor ez nem javult? Semmit. Semmit nem javult. Tápióztatja belterületén felborult egy kamion, útlezárás várható, igen, és létezik a Kucorgó tér, 17. kerület. Megsértődtek a Kucorgó tér. A Kucorgó térje kitérik maguknak, hogy megkérdezt, hogy van-e valójában tényleg ilyen tér, hogy Kucorgó tér. Az osztrákok ezt miért csinálják, de tényleg? Nem, azóta se sikerült erre magyarázatot kapni, nem tudjuk? Semmi, illetve tudjuk, hát nyilván keresik a migránsokat. Csak, tehát, ja. hogy egy olyan autó, akivel valószínűleg ő is naponta találkozik, érted? Mert átjár dolgozni szegény magyar. Hát most ott nem lehet incsé menni. Nem, hát gyerekek, az a helyzet, hogy nekik már tényleg szakemberhez kellene fordulniuk. Tehát olyan kellene valami terapeuta, aki valahogy ezt így feldolgozza velük együtt, ezt a sérelmet, hogy 2 óra kikaptuk az Európában. Egyszerűen képtelenek lenyelni a békát. Tehát ott keresnek migránst, ahol nincs. De lehet. Valószínűleg még mindig ez van benne, igen. Tényleg ez a déli part akkora retro még mindig, hogy az, igen. Hát figyelj, azt egyszer nem hiszed el. Tehát, hogy tényleg olyan, mint az elmúlt 40 évben egy forintot nem kötöttek volna. Na, olyan különbség van az észak és a déli part között, hogy én nem tudom, mitől ennyire gazdagabb az egyik település, és mitől ennyire szegényebb a másik. De valószínűleg akik mennek, nem? Hogy a klasszikusan így van, hogy a déli part volt a szegényebb rétegeké, az északi volt mindig a gazdagabbak. Igen. Aha. Igen. És akkor valószínűleg a gazdagabb oda ment, többet visszaforgatni. De hogy például tényleg egy északi park, és tehát mekkora különbséget tartalmaz, déli park, cirkusz, egyetlen egy elefánt, nagyon szomorú, egy teve fekszik a porban, dodgems, mindig. Jó, hogy azért nem szak sem mindegy, hogy mikor mész oda. Tehát, hogy persze nyilván, hogy délelőtt 11-kor nincsen nagy nyüzsgés a cirkusz környékén. Ember nincs, hát nem tudod elképzelni, hogy miből tartják föl, miből költöznek, viszik a kamionokat, szerelnek, miből tankolják. A büdös életben egy dodgem soha el nem indul, tovább menet nincs. Tehát azért azt természetesen tegyük hozzá, hogy nem tudsz dupla zsetonnal beülni, nagyon jó. És hát egy-két déli part, sok strandon voltunk. De biztos, hogy volt ott egy cirkusz, ugye? Nem csak. Leopárd. Nem, Leopárd. Makákó.
Nem, volt. Volt, és azon gondolkoztam, hogy milyen fenéből tartanak, hogy egy ekkora cirkuszt. Szerinted... Mokkát. Bemész a strandra, brutál sajtos tejfőslágos, óriási palacsinta, szenzációs egyébként, vízibicikli, 1500 fél óra, 2001 óra, hogy inkább egy órára vitt, még jobban megéri, ül az ember, látszik azon a vízibiciklin, hogy 30 éve csak néha befoltoztak rajta egy-egyukat, de nem mennek hozzá szornyúlni, mert valószínűleg összeesik, és bedől, és beszakad, kis delfines kajak. Nem, delfines csúszda. De miért az északi parton nincsenek meg ezek a klasszik cuccok? Valahogy picit más. Tehát ami igazán retro, az a déli part. De ezért szeretjük. Hát nagyon. Szenzációs. Szenzációs. Tényleg az elmúlt 30 évben ott semmi nem nagyon. Hát szemesen van, most már emlékszem, amióta én arra felé szoktam járni, volt egy nagyon jó barátunk, akihez így évben egyszer-kétszer elmegyünk, és szemesen, ahogy átjössz a vasúti sín után, bar van egy vósli. És az szerintem télen is ott van, mert az minden évben ugyanúgy néz ki. Egy Dodge-en van, az üzem biztosan ott van, kicsit szerintem már rász, de nagyon-nagyon jól működik a dolog. Van egy, azt hiszem, egy ilyen hullámvasút szerint valami, és az éjjel-nappal megy. Ott például akár 10-kor mész reggel, akár vannak. Éjszaka, mindig megy. Tehát a szemesi Dodge-emre mindig tudsz. Már a tojtojok is le vannak csavarozva. De gyerekként egyébként, amikor megláttad ezt a Dodge-emet, reszketés fogott el, hogy végre beleülhessél. Álltál az apukáddal vagy az anyukáddal a ugye ennek a vas, nem tudom, sétálnak a szélén, és ugye vártad, hogy véget érjen a két perces menet, hogy te legyél a következő. És sose ért véget az a két perces menet, már annyira be akartál. Igen, és utána berohantál, az utolsó Dodge-emért. Beleültél. Ha szerencséd volt, apád ölébe is vezethettél, ha nem, akkor kucorogtál jobbra, ő vezetett, benyomta ezt a tokent, vagy ez mi volt? Token. Benyomta a tokent, szóltak, hogy tovább menet nincs. Egy ilyen fél alkesz bácsi elindította a Dodge-emet, és életet két perce volt. És ezt most így megnézed. Vagy ézompolós tetoválság. Vagy akkor inkább a beszakadt alkesz, Lajos bácsi fejű. Benyomta, és az életet két perce volt. És most ezt így nézed, hogy mennyire más vagy gyerekként, hogy mennyire egyszerűbb dolgoknak örülsz, hogy így nem tudod elképzelni, nem? Hogy de abban, mi lehet, ugyanúgy reszket, az enyémek ugyanúgy reszket. És persze, hogy gyerekként ez szenzáció. A munkai kertben beült egy ilyen Dodge-embe, kész volt tőle. Tehát, hogy az a csúcs. Meg vagyunk az estével, ha el tudunk menni dodgemezni. Ja, és a szülők üvöltenek a gyerekkel, ahogy vársz, hogy véget térjen a két perc. Ne lépj rá, mert megráz az áram! Közben látod, hogy a izompólós tetovált csávó egyébként úgy megy, hogy fogja az áramszedőt. Tudod, megvan a kép. Ha lerobbant egy vagy két kocsi összeütközés, felugrik melléd, és fogja azt a rázót. Tényleg áll hátul. Iszonyú közben, hogy rágózik, egy-két csúnya szó időnként kicsúszik, és így ilyen halállal az a mozdulatok, hogy így össze-vissza, így ugra-bugrál a Dodge meg között, és ott potyázik. Igen, és a parton is, amit látsz, az a felnőtt feje, amit tényleg ezért szeretjük, mert annyira nekünk a csapatban, annyira a gyerekkorunk a Balaton, hát mi nem jártunk nagyon külföldre. Tehát megérkezik a család. Kicsit elhízott anyuka, nagyon elhízott apuka, két nagyon elhízott kisfiú. Háromnegyed órán keresztül próbálnak egy sátrat felállítani délután 3 órakor, amit nem tudsz megindokolni. Apuka nagyon dolgozik, anyuka nagyon, a gyerek már közben menne a vízbe, toporzékol. Apuka félreviszi, megrángatja egy kicsit, anyuka félreviszi, megrángatja, mert 3 órakor egyébként föl kell állítani azt a sátrat. Persze, mert nagyon fontos, hogy álljon a sátor. Három szöveg, 3 merevítés, nem megy neki. Nem megy neki. Jó, akkor anyuka beviszi a vízbe a két gyereket, mert ők már nagyon türelmetlenek, apuka tovább szórakozik a sátorra, anyuka a vízből üvölt, hogy gyere már be. Apuka egyre jobban presztízsel azon, hogy nem áll a sátor. De megy bent a vízbe, hallhatóan egyébként összevesznek, mert a gyerek reflöcsköli, apuka megsértődik ki, szóval fia, olyan jelenetek, hogy egyszerűen szenzációs. Lekakottad ezzel a forogat! Igen, és nem távolodnak el nagyon a parttól, ugye nem mennek nagyon vízbe, mert értem, hogy nem akarják, hogy elvigyék a sátrat, amit egyébként egész délután nem sikerült felállítani. Sanyika! Hűtőt eszkötettél! De nem tudsz rájönni, hogy miért a sátor. Nem tudod, hogy mire, mi célt szolgált. Ki fekszik abba bele 3 órakor, 10-kor fölállított, meleg van, befekszel. 3-4 körül már nem fekszel nagyon sátorban, örülsz, hogy barnulsz.
és nem akart az a sátor fölállni. Figyelj, de hogy az Istennek ez a rituáliról szól, hogy kim vagy a parton, hogy nyaralsz, és akkor és kinéz, ezt látod. És összerakod a sátrat, és sem. És apuka nem fér el benne. Nem, tehát, semmi értelme, ez egy ilyen kétszemélyes Tesco sátor volt, de tök jó. Napozó sátrak. Én imádom azt látni, amikor tényleg egy nagy darab bácsi, vagy nagy darab úriember befekszik, félig van kint, és a köldöktől lefele rommáim. mert ne egyszerűen nem tudja letakarni magát a sátorral, mert nem fér bele senki. Igen, és egyébként minden archetípus megvan. Tehát ott van a nagyon kövér apuka, anyuka gyerek nélkül, apuka úgy fekszik, hason látod, nagyon el van ájulva, mellette egy kőbányai, kicsit kilóg a feneke, bár nagyon napbarnitott, igen, anyuka mellette olvas, és próbálja a apukát takargatni. Látott most már sminkel, hajjal és fuxokkal kompenzáló egykori jónő. Igen, az is van, aki, ilyen aki, szóval. Aki most már inkább abba az irányba megy el, hogy akkor legyen szép a körmöm, legyen szép a hajam, legyek még a strandon is kifestve, és legyen rajtam egy-két fux, meg egy drágább óra, meg egy-két csili-vili kis kiegészítő napszöveg, ilyesmi. Régen nagyon jó csaj voltam. Igen, de még most is divatos igen, vagyok. Igen, de még most is talán elkapta a lángosos. Figyelj, és hát az a büfé, szóval a lángos, tehát egy ilyen érzed rajta azt, hogy egyébként már égett az olaj, és kicsit keserű a lángos, de ez nem baj. Aki bekéred a két kakaós, két túrós, három lekvárosodat, és azt érzed, hogy először készült el a lángos, mert az ízes palacsinta fokhagyma ízű. Ugyanis, hogy bekente neked a lángosodat, az ugyanazzal a kézzel gyorsan be is tekerte a palacsintát, igen, és a túrós és a lekváros palacsinta egy ilyen finom, átható fokhagyma ízben érkezik meg a te szádba, és azt mondod, hogy én ezért jövök. Így van, itt van kicsit, kicsit ezért jövök. Szenzációs. Tehát, hogy így... Nutellás palacsinta, meg közelíts a nutella. Nem látod soha. Te így ki van írva? Persze, ki van mert írva? Azt ismer, mert mogyorókrémet nem ismer. Én imádom. Elnézést, ez nem utána. Azaz. Úgy van. Azaz, de az. Imádom, és benézel a büfébe, és látod, hogy tulajdonképpen egy tisztasági festésen kívül nem nagyon történt semmi az elmúlt 30 évben. Tehát, hogy így nem merik erősebben becsukni a hűtőajtaját, mert tudják, hogy abban a pillanatban minden van. Igen, reggel krumplával nagyon verik a csótányokat. Büfé tulajdonos néni nagyon göndör hajjal, finoman közös korommal egyéb körömmel nagyon örül neked, kikönyököl a pulton, olyan bicepsze van, amit háromszor neked mama, meghív, hogy gyere vissza este vörös boros kólázni mindenképpen. Este vörös boros kólára visszajött. Hát mondom, itt vagyunk, még eszünk egy lángost, meglátjuk. Kiabál utána az a partól, hogy ne felejtsd az esti vörösboros kólát. Szóval hát imádni való tényleg. És nem múlik ez a báj, szóval egyszerűen tényleg ellenmész Balatonra, leginkább tényleg déli part, és ezt látod. Igen, csak és ez neked keresem. Báj, tudod, ez neked báj, aki oda jártál. A fiatalok már nem fognak menni, mert nekik meg lepukkant. Lehet, érted? Egyébként lehet, hogy mi a gyerekkorunkat keresünk, te azért mész, mert nosztalgiázol kicsit közben. Retro nosztalgia, tök jól érzed magad, visszahozza azokat az érzéseket. Csak a külföldi nem fog jönni, tehát azért a német ebből a pénzből már elmegy valami jó helyre, mert itt volt ugye az NDK-MSZK találkozó, igen, pont azért igen volt népszerű. A mai tizenéveseknek meg már nem jelent semmit, hogy milyen hogy a lekváros palacsint. De ennek ellenére tele van. Ennek ellenére tele van. Tehát napközben, mit tudom én, nem tudom, szemesen, vagy egy dugó van. Szóval, hogy annyira tele van a Balaton, hogy az valami de ez jó is. Jó is. Én egyébként egy picit ezt a feelinget is keresem. Tehát, hogy tök jól lemenni. Tehát, hogy ez a lángosozás, palacsintázás, utána persze végezzel egy ilyet, mondjuk 10 órakor, este 10-kor még mindig tele vagy. Ja, meg még mindig szuszogsz a parton, tehát hogy forgatni kell, annyira nincs semmi ez erőd. De valahol ez azért jó. Hát majd a fiatalok azok, majd mit tudom én, majd Ozorára mennek majd nosztalgiázni, vagy a Sandra, vagy én nem tudom. De most komolyan, ez így az lesz. Menjünk a Sandra nosztalgiázni. Na, egy nagyon érdekes hírt találtunk, ezzel foglalkozunk, mert hogy tínédzsereket, színészkedésre vágyó tínédzsereket keresnek hazánk első számú tévésorozatához, de nem is ez a lényeg egyébként, hanem felhívjuk nem sokára Tombor Zsuzsát, a BK Casting direktorát, hogy meséljen nekünk arról, hogy milyen az, amikor egy-egy ilyen castingon túlvezérelt jelentkezők jönnek, illetve kire hogy emlékszik az imáron kultikussá vált sorozatból, mit csinált először a castingon Magdi néni, Vili bácsi és a többiek, illetve az a foglalkozunk majd, hogy írjátok meg nekünk, hogy amikor ti esetleg elmentetek egy castingra, és ott egy reklámfilmbe castingoltak benneteket, statiszta válogatáson voltatok, vagy sorozat castingra mentetek, vagy bármi olyan, ahol válogató volt, válogattak benneteket, ott mit kellett csinálni, mi volt a feladat, mit adtak rátok, és hát hogy sikerült ezt a dolgot
hogy sikerült megoldani? Rengeteg hallgatónk vesz részt egyébként castingon. Ügynökségekhez mennek, nem? Különböző reklámfilmekhez keresnek átlagszereplőket. Uh-huh. Meg egyébként most ez divat, az én nővérem volt egyszer, képzeljétek el, elment ilyen pont, azt hiszem pont castingra? Ide, békás castingra, aztán nem jutott be, mert kiszúrták szegényt, hogy nem odavaló már az közel 50 évével, de hogy például ő is azt mondta, hogy ez tök érdekes dolog, tehát az, hogy te filmszínész leszel azzal, vagy hát sorozatszínész leszel azzal, hogy ha bejön. És akkor az mekkora dolog. És visszahívták? Nem, aztán nem azt a korút keresték, aki ő volt. Tehát akkor is fiatalokat kerestek. De majd most bedumálom. És ő tudta, hogy fiatalokat keresnek, csak mondta, hogy tesz egy próbát? Ha persze, hát ha úgy néz még ki. Aztán Marianna, maga 50 éves. Na, mit keres? 18 éveseket keresünk, nagyon aranyos, nagyon csinos, de hát azért mégsem. Na, mindjárt megkérdezik, hogy zajlik egy ilyen casting? És Anna is volt. Hát minden casting úgy kezdődik, hogy elküldik Auréliót. És mit csinálni? Léci. Léci, nem, majd csak köszönöm valamely, nem, köszi szépen, nem. Igen, Léci, Aurélió, nem. Na, Tombor Zsuzsa, itt van velünk. Hello Zsuzsa, jó reggel. Ciao. Szervusztok, jó reggel mindenkinek, a hallgatóknak is nektek. Jó reggel. Nálad az Anna is volt, nem? Vagy volt nálatok? Casting? Igen, így bizony. Sőt, hát játszott is nálunk egy icike-picike nagyszerű kis karakter. Micsoda, hát úgy hozta, senki nem hozta. Az úgy mesélik. Már igen. A családban. Igen, ezért emlékszik rá a család. Igen, milyen volt Anna, arra emlékszel? Mondtad nyugodtan, hogy nem. A castingra magára. Nem, teljesen rendben volt az Anna castingja, nagyon örültem természetesen, mert akkor, amikor valaki ilyen felszabadultan tud szöveget mondani, illetve elhinni arra két percre, azt részeg volt. Kérünk, az rendben volt. Én volt annyira sokat, hogy oldódjon. Igen, bevert két Éva Vermutot a Kőbányai Vasútban a három unikumra. Ugye milyen jó itt kollégának lenni? Nagyon izgult, mondta nekünk, hogy nagyon izgult. Na, most újra szereplőket kerestek? Hát igen, folyamatosan, most ráadásul egy olyan helyzetben vagyunk ebben az évben, hogy egy meglévő karakterünket szeretnénk folytatni, a Liza karakterét a sorozatban, és hát erre konkrétan meg is hirdettük ezt a 16-18 éves korosztályt, hogy kik azok, akik esetleg úgy gondolják, hogy ők szeretnék ezt megpróbálni, szeretnék ezt esetleg eljátszani. Még ez a legszürreálisabb, hogy bemegy valaki egy ajtón, és egy másik jön ki. Tehát ezt én 20 éve nem tudom megszokni, vagy 15 éve mióta megy a sorozat, ezt elég egyéni módon csináljátok ezt. Hát az a helyzet, hogy nem feltétlenül más, hanem, ja igen, hogy ki vegyen a karakter. Igen, hát ez azért ebben a korosztályban azért előfordul, igen. Hogy megváltoztál, Vili bácsi? Vili bácsi? Annyi visszaküldtél, pedig fekete voltál. Hogy emlékszel te egyébként a kezdő nagy castingra, amikor ugye, hát jöttek, akik azóta már nevekké váltak, és híresek lettek. Volt valaki, aki kiemelkedő teljesített, vagy emlékszel rá, olyan jó volt? Hát szerencsére azért nagyon-nagyon sokan vannak ilyenek. Nagyon emlékszem például a Kis Ramona első castingjára, aki nagyon magasan kiemelkedett abból az akkori, rengetegen voltak egyébként azon a válogatáson, nagyon sokan jöttek el természetesen akkoriban, és hát például Ramona magasan kiemelkedett ebből a korosztályból, de aztán nem említhetem a többieket is, akik később bekerültek, mert hát azért, hogyha meghallgatunk, vagy egy ilyen meghallgatáson ott van 100 ember, akkor az abból körülbelül 5-6 világlik ki, akiről tudod, hogy na, ő valószínűleg ott lesz valahol. Hát biztos, hogy nagy élmény lehetett találkozni még a pattanásos tinédzserként odaérkező Várkonyi Andrással. Igen, igen. Aki akkor még gyerekként indult a castingon, és az ott kicsit beleöregedett a sorozatba. Az egykor népszerű gyerekszínész. De igen, azokon az első castingokon azért elcsodálkoznánk, ha egyszer abból készülne valami. Megvan a barátok közkönyv. Tényleg. Tök menő lenne egyszer, hogy megmutatnátok, hogy ki milyen volt. Van ilyen. Vannak az úgynevezett túlvezéreltek, akik mindent bedobnak, és már végrégül a castingnak, de még akarnak egyet énekelni, táncolni, brékelnek a színpadon. Csaba, elég lesz. Mihanyító, Csabikán. 10 perce már másnak kéne jönni. Megvan a szerep, semmi gond. Vannak ilyen nagyon túlsütött emberek, nem hinnétek el, hogy... Mit csinál? Volt olyan castingon jelentkező fiatalember, aki gyakorlatilag levetkőzött és összetévesztette a dolgot, mert azt hitte, hogy neki elindult egy jelenet, ami egy fiú-lány jelenet, és először csak a nyakkendőjét vette le, és azt hittem, hogy biztosan kell neki levegő, vagy nem tudom én. Következő mondatnál a zakót vette le, és amikor a csatjához jut, akkor megállította, hogy bocs, tovább már nem kell. Tényleg? Ennyire beleélte magát a jelenetbe?
De hát össze kell, hozzá akart adni még egy kicsit ehhez a pluszt ehhez a dologhoz. Nem mondtad, hogy szerelmi jelenet, ő ki akartam teljesedjen. Nem mellette mondta, hogy ő szokott menni leánybúcsukra, és hogyha kiválasztom, akkor nekem kedvezményem lehet. Nem mondod komolyan, tényleg? Tehát beajánlott egy 20%-os kedvezményt, egy csípendél showból csak vett föl. Valószínűleg más típusú castingokon szocializálódott, hogy rögtön vetkőzni kezdett. Igen, így van, pontosan. De lány is volt a színpadon, akivel játszotta, vagy egyedül ennyire jól hozta a dolgot? Hát egyedül, mert ezeket a meghallgatásokat mindenkinek én vagyok a partnere, tehát hogy a jelenetek, na és hát ez is egy szép történet, amikor megkapják a jelentkezők a jeleneteket, hogy fiú, lány, és oda jön és megkérdezi, hogy na én melyiket tanuljam. És akkor én szoktam egy kicsit ezen mosolyogni, igen. Jó, és te vagy mindig velük? Tehát te vagy a társ a jelenetben? Mindenkinek én vagyok a partnere, igen, 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 így van. Van olyan, például, aki nem hajlandó elfogadni azt, hogy teljesen tehetségtelen, semmiféle affinitás nincs, minden éve megjelenik, és egyre elszántabb, és már nem tudjátok lebeszélni, mert náluk is vannak ilyen visszatérő arcok, akik hát egyszerűen nem hiszik el, hogy nem tudnak bekerülni egy-egy műsorba, és állandóan jelentkeznek. Nálatok van ilyen? Nálunk egy 10-15 ilyen standard társaság van, akik minden vásárol. Akik mindig ott vannak, nem? Akikre bőve lehet számítani, hogy ők mindig ott lesznek, és fantasztikusan veszik is az akadályokat, és hát minden évben azt mondják, hogy nem. És már eleve úgy jönnek, hogy nem baj, ha azt mondod, hogy nem, akkor majd jövőre is jövök. Csak benéztem. Igen, ő tudom, és neki élete művel, hogy bekerüljön. Vannak, akik azt mondják, hogy nekik, és be is vallják olyan értelemben, hogy nekik egy évben ez a nap van, ők itt nagyon jól érzik magukat, és mindig jönnek. Meleg van, kaja is van, kint elmennek és válogatnak. De akkor miért nem teszitek be őket ilyen tömegjelenetbe valahova? Nem lehet? Hát egy csoban ülnek a bisztróba, a presszóba, hát ők nem csinálnak semmit. Dehogy nem, hát azért alapvetően azért nálunk ők regisztrálva vannak, és akkor adott esetben, hogyha erre úgy alakul, hogy szükség van, akkor természetesen használjuk őket, hogyha erre lehetőség van. Mert közöttük nevetni fogtok, mert van olyan, aki már megtanult castingolni. Tehát például 4.-5. éve járt hozzám egy leányzó, akit most nem régen, tavaly talán föl is vettem, mert már annyit fejlődött. Elküldtem, mondtam, hogy ide kéne menni iskolába, oda kéne menni, és fejlődött annyit, hogy 2-3 mondatos szerepben bőven meg fogja állni a helyét. De nagy. És akkor ők nyilván bármilyen kis szerepnek iszonyatosan örülnek. Igen, természetesen. Hazamelek, csak kivettem egy ajtót! Szőke Zoli milyen volt rá, emlékszem? Mit csinált először? Hát az a helyzet, hogy a Szőke Zolit még nem én láttam. Tehát az alapgárdát ugye... Szóval egy tévedés miatt került be a sorozatba. Azok már sajnos nem élnek. Ők már nincsenek életben. Sajnos nincsenek köztünk már. Akik látták. Na jól van, oké, hát kíváncsian várjuk akkor, hogy ki fog fölbukkanni. Zsuzsa, köszi neked, puszilunk, jó munkát! Nektek is, köszönjük! Ciao, mindenki várok egyébként szombaton, aki 16 és 18 év között van. Aztán neki lecsúszom. Hát viszonylag szűk az intervallum, bocsánat, azért hagyj tiltakozzam. 16 és 18. De szeptemberben lesz olyan válogatásunk, amikor plusz. Az idősebbek, igen. Novembertől ráérünk. Novembertől 50 pluszba, hadd csusszunk már bele, legyen már valami melónk. A Janival mi tudnánk kávézgatni a Janival az egyik sarokba, és mindenki 10 éve. Vili bácsi, Zavi gyereke szeretnék lenni, ha esetleg van. Hát egyébként menni lenne. Zsuzsa, köszi, puszi. Szervusz. Ciao, hello. Egy fiatakli botlás lennék. 16-18, a gyerekek. Apa! Mondjad? Janika? Apa! Tök menő lennél megérkezni. Oda szaladnál, átolálnéd a kis kezecskét, de Vili bácsi derekát, Istenem. És nagyon szorítanál. Emlékszem, ahogy a kőbánya is rekeszek mögött, anyádat megcsináltam a metróklubban. Tehát valami ilyesmit kész. Igen, én még befutnék utánad egy puskával, és lelőnélek. De tényleg. Elnézést, megtaláltam. Majd befognálok egy vadhálóval, és elvinnélek. El kéne egy kicsit vinni ilyen irányba a sorozatot. Nem jó irányba mész a sorozat. És aztán bejön a Feri csőgörényre, és aztán jön, hol van az a dugulá? Igen, na, drága hallgatók, írjátok meg, milyen castingon voltatok? Mit kellett csinálni? Mit adtak rátok? Mennyire éreztétek magatokat hülyén? Ez egy reklámfilm felvétel volt, színészkedni akartatok, szereplőválogatásra mentetek, tényleg ki hol vett már részt, mi volt a feladat? Igen. És aztán sikerült, vagy nem, arra is kíváncsiak vagyok. Ott voltatok, hogy eljöttetek, mert 20 év már nem vállaltátok a retrievert is be. Mit kellett csinálni? Ezt írjátok meg nekünk. Jó, 7:30 múlt, 1 perccel jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Mit nézel, mi? János átjött matatni. János átjött matatni a pultra. Ez az igazi
rossz tóbeszólás. Mi van? Ne nyúlj hozzá, letöröm a kezed. De jó. Jónak tűnik, azt néztem, hogy 3.0-as az USB csatlakozója, mert külön nem volt rajta jelölve. Gondoltam, megpróbálok rajta, hogy fogástalan nem sikerülni. És ő vett nekem egy ilyen külső meghajtót, és János idejött. Hátha bele tud egy kicsit, Jó kis cucc. Mondd azt, hogy valami rossz benne, fél pénzért átveszed. Egyébként. Akkor jó biznisz csinálsz, igen. Na, azt mondja, hogy azt hiszem, hogy van egy friss közlekedési hírünk. De most nyugi van. Van egy-kettő. Moson-Magyaróváron, a Karolina kórháznál a kamion az oldalán. Hát annyira akkor még sincs nyugi. Lindi és Ati küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán baleset a 87-esen. Csempesz-Kopács után Szombathely felé. Rendőrök már a helyszínen. Fél sávon engedik csak a forgalmat. Úgyhogy vigyázzon. Vigyázzon mindenki. Na, mi pedig ugye a castingokról beszélgetünk, illetve arról, hogy milyen az, amikor az ember elmegy egy válogatóra, filmben szeretne szerepelni, vagy reklámfilmben, vagy valamilyen statiszta jelenetet vállal, és az ugye fölküldik a színpadra, és kell valami izgalmasat csinálni. Ugye beszéltünk Tombor Zsuzsával, a BK casting direktorával, aki máron, hát lassan több 15 éve castingolja a BK-sokat, és hát ő választotta ki, vagy fedezte fel a sorozatra az imáron ugye híressé vált nagy öregeket is, vagy régi-régi szereplőket. Van egy hallgatónk, itt van velünk, hello, jó reggel, ciao. Hát szép jó reggelt, fiúk! Szia, Jani! Ez Bobó a neved? Szia! Igen. Szóval az én rövid történetem annyi, hogy egyszer még kezdő színészkoromban fölhívtak egy reklámra. A reklám sztori az annyi volt, hogy ugye az nem érdekes, hogy a kutya megharapja a postást, az az izgalmas, amikor a postás harapja meg a kutyát. Na ehhez mérten a sztori az volt, hogy nekem el kellett jutnom a kapuig, iszonyú tornádókat, szélviharokat túlélve, és amikor eljutok a kapuig, akkor az ugató kutyát inkább megharapom, csak hogy bedobhassam ezt a bizonyos levelet. Na most a dolog pikantériája még annyi volt, hogy én azt hiszem valami szavalásra, vagy honnan mentem, tetőtől talpig gyönyörűen felöltözve nyakkendő, öltöny, lakcipő, stb. És még annyi, hogy mindezt a Mambo Jumbo 5 zenére kellett eljátszanom. Jézus a gyógyisten! Ez összetett casting! Igen, fel volt adva a lecke. Ez elég összetett. És ott volt a kutya valójában? Nem, ugye el kellett játszanom, hogy én aztán miután eljutok a kapuig, akkor 4 kézlábra kell mennem, és inkább megharapom a kutyát, csak hogy bedobhassam a levelet. És bekerültél a filmbe, vagy reklámba? Életemben először és utoljára azt mondtam, hogy ha ez most komoly, akkor szerintem nem engem keresnek. És szó szerint paképnél hagytam őket. Azt hittem, annyira szürreális volt az egész helyzet, hogy azt hittem, hogy ez valami kandi kamera is viccelnek velem. Hogy aztán lett-e a reklámból valami, vagy nem, azt nem tudom, mert hogy soha többet nem láttam. De már ott vagy, miért nem csináltad meg? Hát az ember már ott van, nem? Négy légzlábra ereszkedsz, ugatsz egy kicsit, és aztán bevesz. Ilyeséget csináltam meg életemben, de ennél azt mondtam, hogy ez nekem annyira összerakhatatlan, hogy inkább nem. Hogy ezt inkább nem. Aha, de az ember ott van, akkor még mondhatsz nem, tehát elmondják, hogy mi a feladat, és mondod, na jó, erre viszont nem, köszi. De különben a legérdesebb a castingok, amik csak annyit, hogy tudod, amikor fölhívják a színét, hogy a rendező téged nézett ki, és mindenképpen gyere, és mindenképpen, és amikor összetalálkozol kint a váróban, mondjuk egy 2 méter magas, teljesen fékony emberrel, egy 150 centis, 200 kilós emberrel, és őket is a rendező nézte ki, ugyanarra a karakterre, amire. Igen, akkor érzed, hogy valami nem. Elég tépelődős típus. Igen. Megengedtek egy rövid sztorit. Persze, parancsolj. Pintomban volt a legérdesebb sztori, az amikor ugye a Harry Potter valahanyadik része volt, és behívtak a filmben. Na most, aki nem tudja, ezek a nagyon-nagyon vált filmek, ezek totálisan le vannak butítva, tehát tényleg csak a te szereplőd ki van takarva, egyébként mindenféle feliratok húznak jobbra-balra, tehát alig látsz valakit. Na most kiderült, hogy én vagyok a meteorológus. Na most az a legérdesebb az volt, hogy igazából annyira le volt takarva, és annyira ki volt takarva, hogy konkrétan semmit nem láttam. Ennek ellenére ugye én nyertem meg a szerepet, és aztán amikor megcsinálhattam, és utána viszont láttam a képernyőn, hát kiderült, hogy nem is látszódott a fickó, egy pörgő játszótéren, egy ilyen pörgő hinta alatt volt a hangom, úgyhogy
Ez komoly. Akkor ott is így megvezettek. Mindegy. Bobó, lehet, hogy neked szakmát kéne változni. Igen. Négyszer voltál castingon, négyszer vettek palira. De nem baj, figyelj. Nem baj. Ez... De 30 napon belül utaltak? Persze. Na, hát akkor tulajdonképpen meg is vagyok. Egyébként nem ismerős az én hangom? De nekem közben leesett egyébként, persze, abszolút, igen. Hát te vagy a mi hangunk, nem biztos, hogy ezt hogy a hallgatók fölismerték, igen. De te vagy a Morning Show-nak a hivatalos hangja, ha lehet így mondani, ugye? Így van, remélem és szorítok nektek, hogy november után is. Igen, már csak magad, egy kicsit is magadnak is szorítasz. Köszi, ciao, hello Attila, szia, köszi, ciao, hello. Ő a Bodrogi Attila egyébként, tényleg a Morning Show. Ezért beszélgetett ilyen sok ismerős el. Volt. Igen. A felénél leesett. A felénél leesett, hogy kivel beszélünk, igen. Apum is statiszta is élvezi a forgatásokra, nem lehet fényképezőt vinni. Na, nekünk komplett galériánk van apuval pózoló hírességekről. Christopher Lambert, dobókata. Már nyugdíjas, de amíg dolgozott is, kikötés volt a munkáján, hogy a casting forgatás van, akkor neki jár egy szabad nap. Papa, szeretné. És micsoda húzó neve, Christopher Lambert. Nem? És dobókata. Volt időszak, ugye azért a helylakó idején. Mondjuk nagy sztár volt. Nagy sztár volt, igen. Én ilyen nappal Budapest válogatáson voltam, volt egy eltűnt pénztárcás, buszmegállós jelenetet kellett előadni, konkrétan egy vitát, konkrétan 5 emberrel egyszerre. Előtte való világ válogatáson voltam, ott elbeszélgetések voltak, mit csinálnék a nyereményen, ha megnyerném, aztán átértek hamar arra, hogy le nem merek vetkőzni, vagy ha lemerek, akkor mennyire vagyok bevállalós. Mi egyszer a férjemmel egy diplomafilmhez vittük el a fiunkat, kint vártunk, amikor égtelen kiabálás csúnya beszéd hallatszott, mint például takarodj ki, minek jöttél ide, alig bírtam visszafogni a férjem, hogy ne törjél rájuk az ajtót. Ez volt a jelenet egyébként, mint kiderült. Úgy de nagy lett volna fanterbe, mert cselintézni. Popdaráló castingon voltam. Popdaráló castingon voltam, énekelni kellett az Eddától a Gyere Őrült című számot, nem sok hangom van, de szöveget tudtam. Hatalmasat tolhattam, mert sikerült. Igen, alájás vastag Csaba. Ő vastag Csaba. Két a csajom, Csabi ott énekelt. Hát a Csabi a Popdarálóban éneket. Az mi volt? Én be kellett menni, és két csapat versenyt, dalokat kellett előadni. Nem volt. Karaoke műsor. Gyakorlatilag előénekeltek ugye a profik, a Csaba például, meg a Bűdi Szilárd, és akkor te utána folytattad a dalt. Meg Áron is. Meg Áron is nyomta. Ja, ő volt a műsorvezetője. Igen. Na jó van. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket, játszunk. Már is itt van a hallgatónk, a kérdés mit mond Óra? Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjellán, mime? Aki válaszol. Halló, jó reggel. Sziasztok, jó reggel, Barbie vagyok. Szia. Hello, Barbie. Igen. Honnan hívtál minket, Barbie? Hát most éppen a buszról, egyébként Budapestről, illetve már Török-Bálint határán járok. Török-Bálint határán mész dolgozni? Igen. Hova mész? Tüdőgyógyintézetben. Jaj. Ott a Török-Bálintiban? Igen. Ott van, igen, egy ilyen nagy. Kemény meló. Nagy intézés, mit csinálsz? Hát gazdasági részén vagyok, úgyhogy nem a gyógyítás területén. Nem, és akkor gondoltad, hogy a buszon, amíg odaérsz, akkor gyorsan játszol vagy hát, gondoltam, odaér a busz időben, de ez ma nem sikerült, úgyhogy... Dugáltok, és akkor játszol egyet. Nálatok van ma meleg ebéd? Vagy úgy álltok, mint másik kórház? Nem, nálunk van. Ettek ott a szendvicset esznek. Szörnyű. Az milyen durva, gyerekek. Hát figyelj, én ezt nem durva. Hiszem el komolyan. Igen, és hát az ételszállítót is megérted, mert a fölhalmozódott közös 100 milliós hiány, akkor már a buszira nem biztos, hogy nem tud vinni. Igen. Ja. Mi a parizer és kenyér, mi? Aha, vagy zsömi. Ami még de... reggelire oké, mert mindenhol ez van, az se oké, de azért vacsira, nem vagy ebédre valami. Igen. Meleget azért az ember úgy szívesen. Megmikrózott zsömi. Ez majd, hogy egy film klasszikusból idézek, a feküdj vissza, még este van. Igen, nagyon kemény. Hogy megy a játék egyébként, Barbie, ki szoktad találni? Hát általában igen, de azért szerintem élőben nehezebb, meggondolom. Átáll az ember agya, vagy rááll erre a játékra. Így szerintem egy idő után. Figyelj, ahogy látom, maradt egy híres emberünk a hétre, és egy szólásmondás. Hát, akiről hallottam, hogy annyira nem híres, úgyhogy inkább a szólásmondás. Azt mondták a fiúk, hogy nem híres?
Hát, most így Korda Ferenc óta. Igen, azt gondolom, hogy azt nem tudjuk alulmúlni. Emlékszünk ugye múlt étre. Igen, 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 az nehéz. Az egy dalos híres zeneszerzőjének is. Hát szerintem Magyarországon, hát most híres, hát mennyire lehet itt híresnek lenni. Igen, nyilván az. De amit akarsz, szólásmondás? Legyen a szólásmondás akkor. Legyen a szólásmondás, az viszont hosszabb egyébként, jóval hosszabb. Na, igen. Figyelj. Indítjuk az órát, jó? Így. Jó, rendben. Így szól. Olloh réhef a tným aktír. Ajajaj. Még egyszer? Igen. Figyelj, jön. Olloh réhef a tným aktír. Aktír. Na ez mi lehet? Nagyon közhelyes. Kivegyem a bögrét, mutassuk még egyszer. Ritka. Az. Na. Ritka, mint a fehér holló. Jaj, de nagymázni. Igen, azért is, hogy az emberek egy szó beugrik, akkor össze tudod tenni, ha ismered, így van. Jól van. Ügyes vagy, Barbi. Nem nagyon volt meg, csak köszönöm. A ritkából jött tényleg, mi kezdődhet, úgyhogy ritka, így esetlen? Igen, igen, onnan. Meg igazából a telefonon annyira nem hallasszik rendesen, de próbáltam azért. Hát igen, buszol mondjuk nem feltétlen egyszerű ezt a játékot játszod, igen. Jól van, ritka, mint a fehér holló. Én most nem emlékszem, hogy hányszor mutattuk meg, mit írjam fel annak. Ki kellett vennünk a bögrét? Kétszer mutattuk, nem, teljes kétszer? A csomag. Teljes, te megkérdezted, hogy mutasd, de még egyszer. De nem kellett. De akkor már jött a megfejtés, úgyhogy teljes a csomag. Viszonylag leépült a hosszú távú memóriám, nagyon rövid a gyerek. Sokat amortizálódtam. Volt a csapás? Eddig azért fejben tudtam tartani az elmúlt 10 percet. Most már csak az elmúlt 10 másodpercet tudom fejben tartani. Mindenki esett, igen. Oké, figyelj, Barbie, akkor küldjük. Jó, rendben, nagyon szépen jó, köszönöm. Ügyes vagy, gratulálok. További szép napot nektek. Jó munkát, jó munkát, huszi, ciao. Hello, hello, hello. Azt mondja, hogy van egy közlekedésünk a 87-es szám úton, Csempesz kopásnál, igen, a Polgár Peti szerint a Kocsa és hatot elik, csak fél sáv járható. Ez volt nekem ennyire ismerős ez a Csempesz kopás. Arról volt az első himnusz a Petinek, az egy teljes zenemű volt. Csempesz kopács. És ez a félelmetes, hogy én valamelyik nap utána néztem, hogy összesen hány ilyen, de kis himnuszocskát csinált. Figyeljetek, döbbenetes mennyiségét, ilyen 30-40-et. Tehát én így emlékezem mondjuk így 10-re. És akkor azt mondtam, hogy hú, milyen mert csak a jó maradt meg. Fél zseniális a csávó. Ja, csak mondom, annyi nem volt jó. Csak mondom egyébként, hogy a Hunadal a múlt héten átlépte az 1 milliót. Ne, tényleg? És onnan már csörgetnének. Onnan már figyelt a YouTube, amiről mi könnyelműen lemondtunk. Ha mi rakjuk föl, az már pénz. Igen. Komoly. Na, tegnap nem voltál itt. Velencéről beszéltem nektek, meg a mesztelenül boltba járó, strandoló tömegről, hogy állsz a boltba, és a mesztelen testél oda nyomul. Újabb esemény van, újabb fejlemény van, tegnap kimentem a korzóra. És mi volt, láttál fürdőruhás fiatalokat? Hát felháborító. Hová tart ez a világ? Nem, most. Matraccal a vállukon közlekedőket, karuszos kislányokat? Kikérem magamnak ezek a felelőtlen gyerekek. Matracos asszonyokat, hát újra láttam melleket, szegcsontok mellett. Szoktam látni otthon, úgyhogy ez a nincs különösebb probléma. Elmentünk a srácokkal, leültünk, van egy ilyen beton terem, ahova funkciójába is le tudsz ülni, mellettünk egy ekkora nagy kuka, és a gyerek mögöttem elkezdett kapargálni, mert ugye homokos az egész történet. Következők fordultak ki a homokból, nagyon vártam, hogy lesz valami robbanó eszköz is. 40 darab csik egy helyre összegyűltve, egy darab chipszes zacskó, egy szerintem használt alsónadrág, és mindez betemetve a homokba, de úgy, hogy a kuka az ott van 30 centire. Hogy emberek... Hát, de ez tök normális, csak megint én vagyok a hülye. Hát igazából nekem is szoktak lenni ilyen rohamaim, hogy két havonta így rádöbbenek arra, hogy gyakorlatilag a világ ez nem akar nagyon változni, de hogy ez van. Nem lehet, egy fesztiválozó volt, aki előre ment és eltemette az ő kis kincseit, hogy ha a fesztiválon motozás van, hogy esetleg észrevegyék. Üres csipszes zacskót. És hát az, vagy ők azok az emberek, akik aztán azt mondják, hogy az, hogy megyek Horvátba, mert ott legalább tiszta a plázs. Igen, és mondom úgy, hogy ott van mellette a kuka, benne hogy a fekete nylon zacskó, és mindig cseréli, hogy miért van ez? Tehát az igénytelenségnek hol van még a csúcsa, vagy az alja?
Hát nem tudjuk mi. Én most én reggel úgy kezdtem a befelé a tartást, hogy megálltam az 50-es villamos megállóba, és két nem nyert kaporos sörsért, meg három dobozos sörnek a maradványait kidobtam a kukába. Vagy hát honnan tudod, hogy nem nyert azért? Hát egészen hülye vagy. Úristen! Jézus Isten! Érj már magadhoz! Láttam! Mi az a szemét? Dobozos sörök. Azért ezt megnézem. Dobozos sörök. Ezek halkeszek voltak, lehet, hogy nem is. Észre sem vették, hogy már mi villamos. Először berúgtak, utána kapartak egy. Három szám egyezik, mind a három 500 ezer, akkor megvan. Igen, szóval azért csekkoltad gyorsan. Persze, hát, hogy így van. Hogyha még nincs lekaparva, micsoda élvezet. Hát megrázogattam. Gólt, elszívtál egy deket, itt még két kort sört, meg lekapartad az utolsó. Jézus, atya úristen. Na jó van. Jó, hát egy félelmetesen primitív világban élünk, hát ez van. Igen, embereket nehéz. Egyáltalán nem érdekel a környezetünk, nem foglalkoznak vele, hogy milyen jövő vár a gyerekeikre. Ez van, kész passz zene. És most hírek. 5 perc pontosan, 8 óra, jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Klassz! Csak slágerek. Klassz FM, a rádió. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után 9 perc. Eddig kétségei voltak afelől, hogy Balázs visszatért, most már tudják. Ez nem Balázs volt. Ez DJ már DJ Oti Ibizáról visszajött. Igen, ez volt az üzenet. Magyarországi helytartóinak. Ez volt a hangpostákon. Hogy hallotta, mi történt itt az elmúlt egy-két napban. Így van. Rendezve az erőviszonyokat. Tartsanak ki. És? Ők gondol rájuk. Rock is dead. Rock is dead. Ennyi gyerekek. Rock is dead. Tehát az maradjon meg a tarisznyásoknak. Ja, így van. Itt van. Itt van. Alföldi papus, kockásig. Így van, azt hallgassátok. Széttaposott Western csizmás, oszián felvaros. Igen, akel a felsős, kitűzős. Gyerekek, aranyosak vagytok, de rock is dead. Így van. Újra eljött az igényes zene. Oti üzent, hogy igaz, még Ibizán van, de gondol magyarországi helytartóira, és üzen neki, hogy lélekben egy kicsit velük van. Még nem tud hazajönni. Igen? Még nem lesz magyarországi fellépése. Nincs meg a repjet se. Novemberben. Nem, még nem készült el a garnél a saláta. Novemberben, ahogy hallom, egy fellépése már le van kötve Magyarországra. Igen. Ahogy hallottam, egy fellépés állítólag már majdnem aláírt novemberre. Egy after party, ugye? Igen, az lehet, az. Ahogy látta Hoti, mert Hoti azért olvassa híreket. Hát. Felhívta a menedzserét, hogy egy fellépést leköthetünk november közepére Magyarországra, tehát az már lehet, hogy lesz, de csak üzent. Uh-huh. Jelelt, hogy nem hagyja magán a magyarországi rajongóit. És köszöni, hogy végigcsinálták vele ezt a három napot, amikor túl sok volt a rockzemet. Jött volna már korábban, és csak Rihanna rácsörgött, hogy szeretne most idén ő lenni a headliner. Így van. A szigeten, ezért most egy picit még marad. Ezért most egy picit, picit most marad. Ibizán marad egy picit, de itt van lélekben itt van. Így és egy hallgató, halljuk, hogy DJ Oti Ibizán van, azért a keze messzire elér. Persze. Írja valaki. Na, visszajött. Jó, kicsit lemondó a három pont van utána. Na, visszajött. Igen, nagyon jó. Még több retro. Köszi. A Dumperes küldte nekünk. Albánt hallgat az egész 18. kerület. Látod? Azt mondja, hogy... Igen. Ide egy hallgató, nagyon cuki vagy, hát nagyon sok ilyen SMS-t kapunk. Egyrészt reggel nekem már csak a morning show maradt, hogy ne érezzem annyira egyedül, annál sem tudjuk, hogy mi történt a kitartás. Uh-huh. Elmúlt napok esemény miatt, annyira izgulok miattatok, hogy egész éjjel veletek álmodtam. Álmomban végre én lettem a nap hallgatója. Ha értjük. Igen, és hát pusztítjuk a jó Istent, hogy maradjatok sok-sok felkiáltójel. Nagyon helyesek vagytok, aranyosak vagytok, sok ilyen üzenet jön, hát ezeket mi ilyen öntöményezésként beolvashatnánk, de nem szoktuk, mert nem ez a műsor meggyőződése vagy hitvallása. De köszönjük mindenkinek, helyesek vagytok, aranyosak. Hát várjuk meg, hogy mi lesz. Így van. Még erről majd beszélünk. Egy ilyen Facebookos oldal is. Igen, sok minden, persze. Nem ezen fog múlni, és egy kicsit azt gondolom, hogy talán a jó Isten keze se tud belenyúlni. Így van.
bár ő sok mindent el tud intézni. Azok a helyek, amikre jellemző, hogy az ilyen dolgok működnek, ezeket demokráciának hívják. Igen, szóval itt sok minden van, és sok mindenről lehetne beszélni, de majd holnap nyilván erre 9 óra után, amikor több időnk van, úgymond szabadabban témázni, meg nem készülünk. Megigyeztetünk előtte. A vezérigazgatók. Igen, feljük meg magyarót. Igen. Tudok vele beszélni pár mondatot, hogy még mibe hiszünk, hogy... hogy majd holnap beszélünk erről. Jó, hát most egyelőre, de köszi, aranyosak vagytok, meg tényleg jól esik. Az egész stábnak, nem csak nekünk, az egész rádiónak nyilván. Tehát nagyon-nagyon aranyosak vagytok. Igen, ez ennyi, a dolog, ennyi, nagyon sok SMS jön. Nyilván minket most ez a dolog foglalkoztat a legjobban, ahogy titeket is, de van egy másik dolog is, mégpedig az, hogy most Petinél vagy Katánál maradt Hedővé. Vagy áll, én heti bontásba átát te annyira gennyes vagy, de tetszik. De. Mi nem mellett természetesen kedveljük őket, és drukkolunk nekik, hogy persze. Oldják meg. Szóval jó, én a Petivel hedővé. Külön jobban vagyok, meg tényleg kedvelem. Szóval oldják meg, hogy kihez kerül Hedővé? Uh-huh. Tehát kinél marad? Kosztolhatja tovább, így van. Hát ez egy érdekes dolog. Most a házban ugye Peti lakik, mert Kata azt költözött azt el. Nem tudom. Kata költözött el. Tehát akkor nyilván most azért Hedővét se hozod egy ilyen új helyzetbe. De akkor maradhat a kertészlagban? Persze. De most nincsen Hedővét magányosan nyírja a füvet, meg van, és eddig a gyerekekkel labdázott most egyedül? Könnyes szemmel sétálgat a kertben a levél fújóval. Igen, és néhány levet bosszúból elfúj a szomszédba, mert nagyon zavos persze. Igen, ez egy jó kérdés. Hát, Hedővé. Nem egyszerű. Hát lehet, hogy ilyen két hetenti láthatás. Mit? Nem? Tényleg? Megy majd ő. És akkor van. Ő a gyerekek keresztapja? Nem. Ja? Hiszem, nem. Azt hittem, hülyem, azt hittem. Nem, a Szabó Jánpán. Én azt hittem, hogy igazából. Na, drukkolunk a Katáiknak, Petéknek. Kedveljük őket tényleg egyébként. A Peti képernyő nyilván megosztó, de magánéletben egy rettenetesen normális, meg kifejezett humoros, vicces srác, úgyhogy drukkolunk. Drukkolunk, nekik humorizálunk, de hát ezzel a műsor a jellegét nem veszítheti el, hát ilyenek vagyunk. Röhögünk magunk is, a saját helyzetünkön is, magunkon is, de ugyanakkor nyilván, hát ha most az egyik legnagyobb bulvár celepár válik, akkor azért ezt meg kell említeni. De hát reméljük megoldják. M7-es 17-es kilométer teherautó személyi kocs Balaton felé Zombor Tomi küldte nekünk. Azt mondja, hogy viszonylag, te nem tudom, mi van, kevés a közlekedés, hogy hozzá vagyok szokva, hogy belendülök, és csak úgy olvasok. Torlódás 34-es kilométernél az M5-ösön, te köszi, hogy elküldted, és van egy trafing szintén az M5-ösön, Szeged irányába a 136-os kilométernél. Ezt Kornél küldte. Na, mi pedig, hát mondhatni, egy igazi kincsre bukkantunk a Facebookon. Egy akkora kincsre, ami szerintem nagyon ritkán van, és a történetet nem sokára ti is megismerhetitek, mert egész egyszerűen szenzációs. Talán akik Facebookoznak. Jó, sokat voltam vidéken. Facebookoznak, attól, hogy játsszák ezt a Facebookot. Van egy oldal, amire talán ti is rákereshetetek már, és hát szájról szájra terjed az emberek között, és ezen oldal mögött egyébként egy fiatal srác tevékenykedik, és hát az oldal alapvető lényege tulajdonképpen arról szól, hogy lehet filléres, és tényleg a szó legszorosabb értelmében filléres utakat találni azoknak, akik követik az ő munkásságát, vagy szeretnek utazni. Végre egy téma, ami érdekel. Így van, végre egy téma, János. 8 év után végre az első. Végre, Istenem, köszönöm. Csak röviden, hogy képbe helyezem következő interjú alanyunkat, aki egyébként már itt is van. Ugye az oldal lényege, hogy... Utazó majomnak hívják ugye az oldalt, ha jól mondom, de majd úgyis kapunk egy kis segítséget. És hát a vendégünk megtalálja a lehető legolcsóbb utakat úgy, hogy ezeket ő megkeresi nekünk, és ajánlja, hogy hova lehet eljutni pár száz, vagy akár pár ezer forintból. És itt a pár száz és a pár ezer jelen esetben tényleg nem túlzás, bármennyire is annak gondolná az ember, hogy találsz repülőjegyet akár 100 forint, 200 forintért, vagy pár ezer forintért. Mert sok ilyen hirdetést látunk, aztán mire odaérsz, hogy bőrönd becsek, nem tudom, addigra kiderül, hogy azért 38 ezer csak oda. Ugye? De milyen jól szólt, amikor a hirdetésben láttad, hogy 6 ezer. És ha nagyobb bőröndöt vinni, az még 15. Igen. 6 ezer Róma. Hogy az Istenbe lett oda-vissza 120? Ugye? Általában az így indul. Na, itt van velünk Ákos, Tóth Ákos a vendégünk. Hello Ákos, jó reggelt! Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Morris a hallgató vagy? Ezzel szembesült, amikor jöttél? Igen, persze. Minden reggel. Milyen az, amikor az ember évekig hallgat egy rádióműsort, mert a következő pillanatban ez csak ott ül, benne.
Hát nem is tudom elmondani, de szerintem jobb is. Nagyon furcsa volt bejönni ide közétek. Ez volt az első mondatot, Sziákos vagyok, de furcsa itt minden. Mondom, nyugi, én is ugyanígy vagyok. Most jöttem vissza egy szabadságra. Nekem is nagyon furcsa. De nekünk előtte is az volt 7 éve. Az... Nézd el a műszaki igazgatónknak, nem festő. Igen. Na mi lett ez a kis festés? Ah, most fejezte be. Ott nagyon szép. Megdicsérted? Menj már majd ki felé, mert mi nem tudjuk neki őszintén gratulálni. A kék pólós nagy darab, mondd meg, hogy nagyon szép. Mondd, hogy Gyula, nagy darab, nagy darab, nagyon marcolna, de ha kicsit megsimogatod, hogy megdicsérted, akkor egyébként. És veszel neki 4 lángost a kávéjához. Igen, és 30 darab kakos palacsintát. Na, figyelj ide, Ákos, utazom majom, ez az oldaladnak a neve? Igen, egy olyan oldalnevet szerettem volna kitalálni, amit hogyha valaki a Boráros téren elmond az ismerősének, azt még megjegyzi a Blaháig mondjuk. Mert rengeteg olyan oldal van egyébként, amilyen utazás, vagy utazunk, vagy utazunk. Az olcsó utak, meg ilyesmi, igen, az igen, nem jöttett szóba, és sokat próbáltam. Igen, hát nagyon szeretem a majmokat, úgyhogy... De jó. Mert mondjuk magát a kifejezést, ezt már láttam a Kasszatibi Facebook oldalán tájföldi képei alatt, de az másra van. Igen, azok inkább a kommentek voltak. Igen. Na, te mivel foglalkozol egyébként eredetileg, Ákos? Mi az eredeti szakmád? Hát én gazdaságinformatikus vagyok, és szoftverfejlesztőként dolgozom. Szoftverfejlesztőként. Igen. Aha. Hány éve utazol? 4 éve ültem először repülőn. Hány éves vagy most? 27. Hát akkor nem kapkodtad el. Nem, de nem mertem felülni a repülőre, úgyhogy ez volt ennél a probléma. Nagyon hangos, nagyon búg, és nagyon magasan van? Nem, hanem nem én irányítom, és féltem, hogy itt valami gond lesz, úgyhogy, de Amerikában mindenféleképpen el szerettem volna menni. Aha, és akkor nézegettem az alternatív lehetőségeket. Hogy hajóval úszva, igen, ez volt a leggyorsabb. Igen. Hát akkor már ez közös bennetek, Janival, mert Janics viszonylag későn ült repülőn. Igen. Ugye először? De amikor először felültem, akkor utaztam le 12 órát. Igen, először, igen, Argentina. Igen, egy hosszú út volt. Na, és a cél az ezzel az oldallal, hogy elmond, hogy milyen olcsó utak vannak alapjávéve. Ugye ez a lényeg? Hát egyrészt igen, illetve hogy minél több embernek segítsek utazni. Tehát sok olyan üzenetet kapok, ami tényleg ilyen szívhez szól, és nagyon örülök neki. Például a legutóbb, amit kaptam üzenetet, az elírták az eurót és a forintot, és 700 forintért foglaltak 700 euró helyett San Franciscóba repülőjegyet, és a mamájával kiment egy srác, és erről fel is tettem egy posztot a Facebookra, mert nagyon megható, meg tényleg ők nem jutottak volna el egyébként. Na de várj, ne menjünk ennyire előre, mi beszélünk árakról. Én mondtam, hogy megdöbbentő lesz, amit hallunk, mert hihetetlen árakat fogsz mondani, meg összegeket. Te hogy találod meg ezeket az utakat? Hát ennek több módja van, igazándiból ilyen robotokat szoktunk ráküldeni az utazási irodákra. Teljesen természetes hétköznapi módon robotokat küldöttek az irodára. Mi más jut neked is eszembe. Igen, aztán meghekeljétek az oldalt, és a 700 eurót átírjátok 700 forintra. Igen, feltörtük a múltkor a tui.hu. Na, szóval robotokat, tehát szoftverfejlesztőként készítesz ilyen kereső robotokat? Igazából nem én készítem, én már csak becsatlakoztam egy olyan csapatba, ez egy ilyen nemzetközi csapat, ahol ez már megvolt. Gyakorlatilag ez nem olyan nehéz megcsinálni, csak magát tehát a programozás része nem olyan bonyolult, csak a mögöttes tartalom. És akkor úgy kell elképzelni, csak hogy tényleg az előttől induljunk, hogy te kereső robotokat állítasz utazási irodákra, meg különböző weboldalakra, akik hirdetnek ugye utakat. Hát nagyjából igen, és hogyha ilyen óriási eltérés van mondjuk a tegnapi és a mai ár között, tehát ilyen nem tudom, 100 vagy 1000-szeres, akkor azokat megkapjuk és kilistázza nekünk a rendszer. És ha megszólal egy légoltalmi szirén az udvarban. nagy fogás. Nem, de néha jó lenne olyan is, mert valamikor éjszaka történnek ugye ezek, mert ugye főleg, hogy amerikai idő szerint vannak a legtöbb esetben, és akkor alszunk. És akkor egy nagyon gyorsan kell reagálni? Igen, ez egy fontos dolog, hogy nagyon gyorsan, mert ahogy a légitársaságok észreveszik, hogy mondjuk Budapestről kicsit megugrott Szaúd-Arábiába eladott repülőjegyeknek a száma, akkor ők ezt megpróbálják egyből ugye kijavítani. Na de várjál, hogy van? Tehát, hogy az utazási iroda mondjuk rosszul teszi föl az árat, és 700 eur helyett ír 700 hufot, és én megveszem, akkor ő köteles nekem annyiért odaadni, amennyit ő először kiírt? Hát ez bonyolult, attól függ, hogy hova szól a repülőjegy, mert különböző jogszabályok vonatkoznak rá, hogyha Európán belül vagyunk, vagy Amerikánba utazunk, de sok esetben, tehát ilyen 80-85%-ban ezt honorálni szokták, úgy hívjuk, hogy honorálják ezt a jegyet. Vagyis, ha rosszul írja be, és 700 euró helyett 700 forint, akkor én elrepülhetek 700 forintból, ha az utazási iroda honorálja. Igen, illetve hogyha vannak ilyen nagyon nagy lehetőségek, amit nem is mindent írunk ki ugye a blogra, hanem a tényleg a baromi nagy lehetőségeket, azokat lefoglaljuk mi, mert hogyha minél több ember foglalja, nyilván annál kisebb az esélye, hogy ezt honorálni fogják. Tehát egy légitárság nem biztos, hogy be tud nyelni mondjuk 10 000 adott jegyet, de mondjuk 5-5 öttel nem foglalkozik, és akkor lefoglaljuk magunknak, és akkor szépen ezt itt titokba tartjuk, de azért is jó ez a titokba tartás, mert vannak olyan trükkök, amik hónapokig vagy akár évekig is élnek, és bármire rá tudjuk húzni, viszont hogyha ez publikum elé kerülne, akkor nyilván... Hogy tudunk bekerülni ebbe az ötösbe? Hogy lehetnék a barát? Én nagyon sokat utazom. Csak így egy SMS tárgyal. Hogy tudná? Eljjel kettőkor rám írsz, nem zavar. Sőt, lehet meg előre odaadom a kártyaszámomat. Megadom a 3 jegyű civic kódot is. Na, mondj egy-két konkrétumot csak itt, mert én itt tudom, hogy egyszer például volt ön San Franciscóba
mentetek, vagy repült valaki 1650 forintért? Hát igen, de ők hárman voltak, úgyhogy azért volt ennyi. Ja, azért ilyen drága. Jó, hát azért értem, minket se vett fel a pénz. Ez ilyen 600 forint volt fejenként. Igen, igen. Ez hogy találtad? Hát ez volt az, ami az euró és ez ilyen a deviza átváltást egyszerűen rosszul csináltak, egy az egybe történt az euró és a forint. És ilyenkor te ugyanolyan klasszikus módon, mintha egyébként a repülőjegyet vennél, kidobja az oldal, hogy most 700 forint, rácsapsz, lefoglalod, és itt mi történik? Nem jön egy levél a légitársaságtól, hogy bocsánat, rosszul tévedtünk. Rosszul váltottuk, vagy rosszul írtuk ki. Hát van ilyen is, de hát ilyenkor izgulni kell egy pár napot, hogy észreveszik-e egyáltalán. Hogyha észreveszik, akkor meg szoktak írni egy levelet, vagy valami Facebookra, Twitterre írják, hogy ezt honorálják, vagy nem. És akkor, hogyha nem, akkor fel lehet lázadni, de én egyébként ezt nem szeretem, akkor lépjünk tovább, mert annyi lehetőség van egyébként, aha, hogy nincs elég szabadság, meg ez pénz. Ez naponta van ilyen, hogy ők elcsesznek valamit? Naponta van. Nagyon nagy. És akkor leveleket is már úgy írják, hogy úgy kezdik, hogy megint diákos. Dírákos. Igen. Na mesélj nekem egy-két konkrétumot, merre jártál? Hol voltál legutóbb és mennyiért? Legutóbb Amerikában voltunk, San Francisco, Los Angeles, Las Vegasban. Ez egy elég drága út volt, ahhoz képest 165 ezer forint volt, de business classon utaztunk. Ja. Mert még nem hiszem el. De hogy volt ez egy Budapest? Hova? Nem. Az fontos, hogy nem mindig Budapestről indulunk. Ez Oszlóból indult, és végülis mi visszafelé Londonba kiszálltunk, és még ott pár napot eltöltöttünk. Pont akkor volt a Brexit egyébként, amikor ott voltunk. Úgyhogy Oszlóba elmentünk pár ezer forintért, és akkor Londonból pedig vissza pontokból. Úgyhogy azért sem az Oszlóból átrepültetek tengeren túra, hova először? San Francisco, és akkor mi onnan autót béreltünk, és akkor úgy mentünk körbe. Egészen Mexikóba lementünk. Oszló, San Francisco, azt szerintem másfél millió bizniszen. Úgy volt, hogy Oszló, London, és London, San Francisco. Aha, tehát Oszló, London, San Francisco. És ez egy elírás volt, vagy ez csak olcsón tették föl? Ez is egy elírás volt, igen. De ezt honorálták, tehát ez tök jó volt. És akkor mit írtak el, te azt tudod egyébként? Nem itt minden esetben tudjuk. Akkor tudjuk, hogyha egyrészt mi okozzuk, hogy legyen egy ilyen ár, másrészt viszont, hogyha egy utazási irodának a belső rendszerébe történik ilyen dolog, akkor azt nem mindig tudjuk. De a legtöbb esetben, sőt 95%-ban az üzemanyag pótdíja marad le. És akkor ezt mi megtudjuk. És ettől lesz ilyen olcsó. Igen. Például, nem tudom, hogy mondhatok a neveket, de mindegy, Budapestől mondjuk New Yorkban van olyan légitársaság, ami mindössze 10 euróért visz, az az alapjegyár, és az összes többi adók és illetékek és üzemanyagpótdíj. És hogyha most itt kimarad az üzemanyagpótdíj, akkor gyakorlatilag pár forintért tudunk utazni. És ha te már megvetted, és nálad van egy, akkor már nem szól, hogy hát, akkor... Hát, hogyha már megvan, és mondjuk váltunk egy hetet, akkor már nyugodtan hátudőlhetünk, akkor már utazhatunk. Uh-huh. Fantasztikus. Tehát hogy úgy kell érteni ez a kis túlzással, hogy az úti célok találnak meg titeket, és nem pedig fordít. Igen, ez nagyon fontos, hogy mi soha nem oda megyünk, ahova éppen szeretnénk, hanem ahova olcsó. János is így nyara a belföldön, úgyhogy ebben nekem semmi új nincs. Sosincs cél, csak megnézi, hova a legolcsóbb. Igen, ránézek az órára, megnézem, hogy mennyi benyánk van, oda vissza az út, és közben ott az úti cél mellett keres valami látnivalót. A János így él. Tehát, hogy de Jánosnak külön készültem, mert vannak szállás elrontások is, és azok akár Magyarországon belül, tehát Siófokon volt 19 forintért, illetve most a Tátrába megyünk 130 forintért. Jó, Tátra. János, mondd már, hogy ez neked sokat, de hát nekem. Nem mondta, hogy te 200 forintot kifizetnél egy Siófokra, meg egy Tátra. 130? De, jó, de félpanzióval. Figyelj, nem gyenge. Nagyon jól hangzik, és ráadásul a Tátrában. Mi volt? 130 forint Tátra? Igen, félpanzióval. Elírás? 130 ezer forint helyett lehagytak? Azt nem tudom pontosan, hogy itt mi volt a szállásoknál, nem tudom. De nem biztos, hogy merek majd enni a kis reggeliből, amit adnak, mert az a baj ilyenkor, hogy nem tudom, hogy ők tudják-e, hogy mennyire adták el, vagy ezt is az utazási iroda benyeli. Oh, mi az, hogy nem tudják? Hát ezt tudniuk kell, hogy lát, ránéz a monitor, és azt mondja, gyerekek, itt van egy kis gond, mert mintha 1-2 nulla hiányzik már. Tehát 130 forint helyett lehagytunk 130 ezer, vagy 3 darab nullát. Tehát azért erről csak rájönnek, hát nem? De egy óriási utazási irodánál ez nem tűnik fel. És neked jelez a robot, hogy ohoho, 130-ért Tátra? Igen. Mennyi időre mész a Tátrába 130 forintból? Csak augusztus 20-án megyünk 3-4 éjszakára. 3-4 éjszakára 130 forintból. Rohadt rablók. Viszont úgy látom egyébként, hogy egy régi álmom valóra válik, a Sebestyén családdal fogok tölteni a januárban a szokásos kis ázsiai turnusukat 2100 forintért Balin. Egy ötcsillagos szállás. Ennyire hozzá Mátyusz 2000-ért lehetsz Balin. Ja, gyere, ott vagyok mesztelenül. Ez egy napi ár? Csengeted napi? A két rúgót. Igen, és ez Balin egy napi, de ötcsillagos szállásom. Az milyen? Na várj, kemény. Időzünk itt egy kicsit. Ja, bocsánat. Voltam Balin, nem ennyiért. Így részt emiatt nagyon dősen. Kettő. Mennyiért mész Balira? Hát azt még nem tudjuk pontosan, hogy mennyiért megyünk, de hogy ott igen? van szállásunk, azt tudjuk. Hol? Balin van, 2100 forintért. Ötcsillagos hotelben. Napi. 2100 forint? Két főre. Így van. Cseréljünk számot. Tehát, én nyitott vagyok új barátokra. Balaton szemesen nem találsz engem. És mi volt a hiba? Rájöttetek, vagy itt kihibázott?
A szállásoknál sokszor van olyan hiba, hogy adnak mondjuk egy kuponkódot, hogy $100 le fog jönni a végső összegből, és fizetned kéne $1000 mondjuk összesen. De nem írják bele azt, hogy fizes $1000 összesen, ezért bármennyiért, hogyha mondjuk $50 veszel egy szállást, akkor lejön bele 100, akkor nullán vagy. És akkor ilyenek is vannak, amikor nem rosszul programozzák le azt, amit, amilyen kedvezményt szeretnének, vagy amilyen promóciót akarnak. Hát nagyon nagy. Ez nagyon kemény. És kivel mész balira? A barátnőmmel szoktunk, mert most egy pár is jön oda. Most egy kicsit. Aha. Van rá jelentkező. Rohadtul ráérek januárban, csak szólok. A jelek szerint nagyon ráérek januárban. Nagyon sok idő. Szórakoztató társaság, a parfümök ugyanazok, mint a barátnődnél. Kívül belül ismerem Balit, mert voltam egyébként. Igen, voltam. Szoktam mondani, hogy törődjön ő is annyit a hajával, mint te. Ennyi, fényel. Akkor szép lesz és ápolt lesz haja. Mennyit utazol egy évben? Hát ugye mivel mellette dolgozom, ezért próbáljuk mindig úgy csinálni, hogy valami ünnep legyen, vagy valami hétvégére essen, úgyhogy nem olyan sokat, tehát ez relatív. Összesen 104 utam volt, hogy repülős utam volt, 4 év alatt. Ja, tényleg, az nem sok, 4 év alatt 104 repülős út. Hihetetlen. Mi volt a legeslegolcsóbb, amit te se hittél el? Hát mikor a barátnőm kiköltözött Dortmundba, akkor volt egy olyan trükk, szintén ez a kuponos, hogy nagyobb volt a kedvezmény, mint maga a jegy. És akkor egy nyára bevásároltunk Dortmundba oda-vissza jegyeket, és hogyha akartuk, akkor felhasználtuk. Az ingyen volt mindegyik. Ne! De. Mi az, hogy a kupon? Milyen kupon került abban, mint maga a jegy? Hát volt egy külföldi oldalon, adtak 50 eurós kedvezményt, csak a jegy az annyira olcsó volt, hogy Budapest-Dortmund az nem tudom, volt 25 euró. És akkor azért foglaltuk le előre, mert hogyha felment volna a zár, és mondjuk lett volna 200 euró, akkor is csak 50 jött volna le belőle, és akkor nem akartunk olyan sokat fizetni érte. És ilyenkor nem akarod visszakérni a maradékot? Tehát 25 a jegy, de neked 50 eurós kuponod van, ők lognak 25-tel. De nem, ilyenkor csak nullára jön ki a dolog. Volt egy Japánban is? Igen. És az a Japán az egy érdekes volt, mert aztán miután én kimentem 65, azért egyrészt azért, mert nagyon jó WC-k vannak. Másrészt pedig, hogy mi 65 ezerért voltunk azt hiszem Bécsből, de utána kijött egy sokkal jobb ajánlat, 48 ezerért, és ráadásul Budapestről, és azt rengeteg lefoglalták az oldalamon, és azóta is folyamatosan kapok ilyen üzeneteket, hogy éppen ott vannak, meg mennyire örülnek neki. 48 ezer forint volt egy-egy Japánban. Igen, ez egy retúr. Repülővel. Igen. Vissza is hoznak. Igen. Nagyon hol a Bibi? Ez gyanús. Figyelj, november 20-án beszélünk, rácsörgünk. Onnantól kezdve szabad ez ember. A Japán, ez nagyon érdekes. És ott kiderült, hogy mi volt abban? Elírták ott is, vagy rosszul hozták ki? Ott is üzemanyagpótdíjjal volt probléma, igen. Tehát nem tette rá a légitársaság magába, hogy jegyben nem kalkulálta bele, és nem a teljes árat írta ki. Igen. És akkor ezt honorálták, pedig ezt is nagyon sokan lefoglalták. És nem szól, hogy bocsánat, kedves utasaink, láttuk 48 ezeret fizettek, ez nem ennyi, még ennyit tegyenek hozzá. Igen. Tehát ezt bevállalják. Igen. Ő. De volt olyan, amikor Galapagoszra mi nagyon szívesen elmennénk, vagy nagyon szeretnénk elmenni, és volt egy first class-os elárazás, az azt hiszem ilyen 60 ezer forint körül volt, de az oda tényleg ilyen 5 millió forint körül lenne a first class-os jegy, és azt nem honorálták. Ez nagyon rosszul esett, de hát jó, most nyilván. Hát tényleg. Jaj, hogy befoglaltad? Igen, igen, és akkor aztán írták, hogy akkor ezt ők mégse. És mennyi volt Galapagos? Ilyen 60-70 ezer forint volt, de first class-on. És akkor ülsz a monitor, és nézed, hogy nem jött még levél, nem jött még ott vagyok, írtak egy levelet, nem honorálják. Peperelem őket. Csak mit tudsz mondani? Válaszolsz nekik, hogy de hát ha ennyi volt, akkor ne keménykedjenek, vagy azért ilyenkor hagyod? Hát pár éve még nagyon aktív voltam, akkor nagyon fel voltam dúlva, de hát most már megszoktam igazándiból. Volt olyan, amikor honorálták, azután, hogy azt mondták, hogy nem fogják, mert sokan írtak nekik, de nem érdemes belefektetni annyi energiát, mert úgyis lesz jobb, meg lesz következő. Úgyhogy hihetetlen. Elképesztő vagy. És már az ember csak legyen jó, most akkor nem megyünk first class-a Galapagoszra. Na nézd, jó, itt van most egy japán út. Na most nagy baj. Gezireket látod már? Igen, akkor mindegy, hagyjuk meg. És akkor most már tulajdonképpen a munkád mellett ebből élsz, vagy ebből lehet keresni, vagy ebből az ember csak ingyen, vagy olcsón utazik? Hát mivel, hogy engem az utazási irodák nem annyira szeretnek pont emiatt. Kim van a képet minden utazási irodában, én láttam, bementem a múlt, és ilyen van itt felirattal ott. Kérdezzekartam, hogy ez igazi, vagy álszemüveg. Úgyhogy ilyen szempontból nincs belőle hasznom, tehát hogy felőlem bármeki utazhat és bármennyiért, esetleg, hogyha reklámok vannak az oldalon, akkor abból. És van ilyen, hogy mit tudom, egy vizeres sztjuárdesz véletlen rádönti a forró kávét, meg rohadj el. Kiszúrnak téged, vagy mit tudom, egy Lufthansa-sban látja, hogy te vagy, és hogy a zapkását reggel a nyakadba önti, nincs. Nem, az benne, hogy ők már nem tudják, hogy én mennyire utazok, meg a mellettem ülőse. Egyébként senki, persze. Hát az onnantól kezdve, hogy fönt vagy a gépen. És azzal se kerestek meg még, hogy dolgoz nekik, például utazási iroda? Nem, hát utazási iroda nem, de volt már olyan ismerősöm, egy texasi srác, akit azért kerestek meg, hogy ne foglalkozzon ilyenekkel, és ők ezért hajlandóak fizetni. Az mekkora, ne csinálj semmit, pénzt keresel vele. Hogy ne foglalkozzon, tehát hogy ne keressél. Igen, ne keresse az ő egy elég profitálán, ő a legjobb, tehát ilyen top 3-ban benne van világszinten a srác. Aha, ugyanezt csinálja, hogy robotok a leg? Hát csak ő, igen, csak ő kicsit komolyabban, meg ő inkább business first class-ra van utazva.
De ez csávó már úgy utazik bizniszen, hogy unja. Nem? Elképesztő. Jó, de hát ők valószínűleg csúnyán fogják végezni valami sikátorban, mit tudom, a honolulul ezt. Ezt Ryan üküldi. Igen, ezt a Lufthansa. Mi a következő? Mit néztél most ki? Vagy most Tanzániában megyünk 27 000 forintért. Nem, egy főre. Ja, hogy hányan megyünk? Tehát ketten akkor az már igen, az komolyabb. Nagyon durva, hogy 54 000 forintot. Ez a repülőjegy? Vagy igen, igen. És még gondolom, hogy kerestek azért egy nagyon durva 60 forintért valami szállás? Hát ez nem mindig tudjuk összehangolni, de sokszor sikerül egyébként. De nem mindig sikerül összehangolni, hogy pontot legyen, akkor olcsó szállás. Mennyi lenne a Tanzániában jegy egyébként? Nem tudom, szerintem ilyen 180 körül. Hát igen, ott ugye egy szafarival együtt tudsz befizetni, hát azért az lehet, hogy 180 ezer forint, igen. Még onnan Zanzibárra elutazunk. Na jó, aha, hát azért hiszen persze, oda is volt egy olcsó jel. Ne húzd ki egy ufát, kezdek idegesni. És oda két haver a túlsúlyos podgyászként lett fel. Elírás mi. De Jani, úgyis elmehetsz az egyik magyar városból a másikba, hogy úgyis szeret külföldre menni, hogy elmész Budapestről Brüsszelbe, és Brüsszelbe vissza Debrecenbe. És akkor így is lehet, hogy olcsóbb, mint a vonatjegy, és mégis elutaztál. Brüsszelen keresztül. Ezt Brahiból megcsinálom. Hogy elmész Budapest-Brüsszel. Igen, és Brüsszelből pedig Debrecenbe. És szoktak lenni ilyen három ezer. Ismerve a mávot, hamarabb ott vagy egyébként. Szóval, hogy erre minden esély. Hát erre az, hogy lefoglalok egy szállást Nyíregyházán, Debrec és Nyíregyháza között nagy vonattal megtesszük másodosztályon. És megmondom a család, hogy pici kerülővel megyünk, elmegyünk össze Brüsszel, Debrecen, Debrecen. És a 3000 forintért mész, akkor olcsóbban mész, mintha lemennél egy Intercity-vel nagyjából. Igen, hát van, aki ezzel szórakozik, de hát poénból nyilván. Ti közlekedtek is belföldön? Nem, csak külföldre specializálódtak. És Kolozsvárra szeretnék elmenni ugyanígy. Tudsz esetleg egy olyan, mit tudom én, egy Bécs, Stockholm, Luxemburg. Igen, Kuala Lumpur. Igen, Kuala Lumpur. Kolozsvár. Maldív Kolozsvár. Kruzsnapok. Van vágyállam, hogy hova szeretném? Nyilván oda mentek, amit feldob a gép, de ahol hát nagyon igen, szeretném, hogy a Galapagosz, azt mondtad, igen. Talán ez, meg Sri Lanka valamiért vonz minket, oda sűrűn van olcsó, de mi nem jutottunk el valami miatt. Mi történt? Lecsapott rá egy másik hekkel? Nem, egyszerűen nem volt időnk. Nem volt időtök. Nagyon jó. Jó, hát ilyen óriási, amit emellett csinált. És akkor miért dolgozik még az ember szoftverfejlesztőként? Hát egész évben tudnál utazni? Hát olcsón, vagy azért valamiből erre meg kell keresni. Hát persze, gondolom, azért nem? Valamiből. Igen, meg hát fura úgy azért élni, hogy nem tudom, nekem nem lenne jó, hogy nincs másik rendes fizetős munkám. Aha, hát meg a robotokat folyamatosan fejleszteni kell, hát nem? És etetni. Nem azokat, de én csinálom, tehát én csak használom ezeket a programokat. Gyerekek, találtam egy jót saját magunknak, ahova szerintem az egész csapat elmehetne, na, mert az indulási idő az november 21. November 21. Hú, tehát 19 letesz, 21-től 23-ig nálad Varsóba 10 000 forint fejenként szállás, kaja, repülő. Az nagyon jó. Na jó. Befoglaljam. Nem érdekel Varsó. Mit? Oh. De hát menjünk, nem akartam. Azt hittem, bemondott, hogy nem tudom, hogy Tanzánia, vagy egy Machu Picchu, vagy... Egy pici zárókirándulás, három nap együtt, osztha jó, akkor megyünk Honolulu-ra, vagy nem tudom mi az. Jó, oké, tetszik. Ákos, hát nagyon köszönjük, hogy itt voltál, valódi gyöngyszem vagy, jó, és nem csak azért dicsérlek, mert rögtön elkérem a számodat, hanem tényleg jó volt veled beszélgetni. Hát én köszönöm, nagyon nagy élmény az, hogy ide bejuthattam, főleg így. Hát erre gondolj majd akkor, amikor éjjel kettőkor látsz valami utat. A számomat nyilván kezel diszkréten, de nem vagyok mérges, ha rám írsz. Jó, tehát fel lehet engem kelteni éjjel is. Vannak, akikre nem vagyok mérges. Köszi, hogy itt voltál, izgalmas volt. Köszönjük szépen, szenzációs. Jó utat neked. Jó utat mindenkinek. Hát leginkább neked. Jó utat, jó utat. Na mindegy. Tóth Ákossal beszélgettünk, jövünk vissza mindjárt, 9:09 pontosan 5 perce. 10 perc múlva pontosan 9 óra. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Érdekes beszélgetés volt, igen, nem? És hasznos. Hasznos, igen, nagyon hasznos, így van. Igen, Ákos volt a vendégünk. És hát egy utazós oldalról beszélgetünk, illetve arról, hogy lehet a legolcsóbban megtalálni különböző utakat, szállodákat és repülőjegyeket. Hát elképesztő. Elképesztő árakat mondott egyébként. Nem? Hogy mennyiért, hát, hova repül? Nagyon súlyos. Ja, nagyon súlyos. Hát még neked is egészen kecsegtető lehet. Hát már van miért utazni. Hisz nem került. De most komolyan, tehát hogy picit, most több dolgunk van, mert elfoglalt vagyok én is 10-ig, de mondjuk 7-10-kor elrepültem volna Milánóba, oda-vissza 16 euróért azért. Kemény. Szemtelen. Az. Szemtelen, igen. Az. Na, hát benne lesz még a Best of-ban. Úgyhogy fogjátok majd Ákost újra hallani, hogy miről is volt szó. M0-ás Szeged felé a Csömöri lehajtó után dugulásba kezdett. Peti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valamint
azt nézem, hogy az M6-os 88-as és 132-es kilométerénél fotóznak, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. 71-es út aszfaltozás miatt dugó Balaton-Szentgyörgynél, ezt medve küldte nekünk, és személy autókot szólt az M7-es 17-es kilométerénél teherautóval, emiatt van egy kis dugó Balaton felé, Zombor Tomi üzente nekünk. Trafi az M5-ösön Szeged irányba 136-os kilométernél, köszönjük, valamint kamion az oldalán, a Karolina kórháznál, Mosó-Magyaróváron, te jó Isten, Lind és Ati üzeni, ott is mindenki menjen egy picit lassabban. Köszönjük. Na, megmutatjuk a beugrót? Lehet, a hármas ugrásra mutassuk meg, jó, hogy szól, figyelje mindenki. Na, hát ez nagyon könnyű. Nagyon-nagyon-nagyon könnyű. Mutatjuk még egyszer. Jó. Kettő darab dál cím kellene nekünk, vagy pedig kettő darab előadó. Ezt küldjétek el, ha szeretnétek hármas ugrás játszani. Mindenki böngészi az oldalait, mert hogy mindenki az a vendégünk hatása alá került, és már látja kicsoda magát, hogy az Azori-szigeteken 4 forintból 5 csillagos szállodám a first classon mohítót szürcsölget, de ha viszi a párját, az nagyon durva, hogy 8 forintba fog kerülni. Uh-huh. Igen. Gyerekek, ez szerencsés. Földi halandóknak megadatik, akik ugye hackerként dolgoznak, de nekünk laikusoknak ez... Hát de azért van itt ez az oldal. Azért van itt ez az oldal, igen. Én azon gondolkodom, hogy át lehet-e ültetni valami másra is ezt a robotos cuccot, tehát hogy hibákat keressen, hogy vajon mit egy műszaki bolt nem csinálja, hogy elír valamit, és akkor robottal biztos, hogy van, hogy árelírás van. Biztos, hogy van ilyen boltokban, persze. Tehát mit tudom én, egy jobb porszívóra rákerese. Vadonatúj ultravékony plazma tévé, 105 forint. Nem? Lehagytak egy pár nullát. Csak nálunk másképp 1 050 000. Például, amikor rá van írva gyárilag, hogy plusz 20% ingyen, akkor ő ezt feláraz. Nálunk egy picit rosszabbul áraznak. De milyen nagy kell ez, hogy így rájel, nem? Csinálja legyen. Vagy használj keresőrobotokat, akik megtalálják, hogy hol hibáznak. Hol hibáznak az utazási irodák. Nem véletlenül az ő szakmája és nem a miénk, ugye? Igen. Ez is egy külön világ, nem? Azért, ahol nagyon elszánnak kell, amire nagyon érteni kell hozzá. Na jó van, drága hallgatók. Többet nem csinálok interjút Hardi Mihályon, most már ezt látom. Nekünk már nem kell. Nekünk Ákossal kell jobban lenni. Ákos tudja a jó repülőjegyeket, igen. Oké, na írjátok meg, hogy mit hallottunk, jó? Mi volt a kettő darab dal, kettő darab előadó. Dalcím is jó nekünk, és a következő órában akkor játszhattok. Hármas ugrásra szeretnék. Reggel óta motoszkál bennem a kérdés, na, és annyi nagyon rövid időnk van még válaszos. Nem csak bennem, hanem a hallgatókban is. Mi van a hangyákkal? Mi van a hangyákkal? Figyelj, tegnap... Egyelőre hát rosszul állunk. Tegnap láttam párat a cumis üvegnél körül, de nem volt annyira durva, mint amikor elmentem. Úgyhogy Viki tartotta a frontot, én szerintem nyugi van. Aztán itt el egy kis ásmédet, és eltűntek a hangyák. Igen. Mondta a Viki, több kálcium. Hidratálj. Igyál több vizet, ki vagy száradva. Mindig látom őket, mindig. Igen, hangyákat látok a pultom. Szóval, hogy igen, nyilván tegnap kicsit be voltam esve, nem tudom, hogy valódi hangya volt, vagy csak a szemem előtt mozgott valami. Úgy láttam, hogy még kicsit tartják a bázisukat, de már visszavonulót kezdenek fújni, sűrű elnézések közepette, kivonultak a házból. Hát nem is zavartak. Úgyhogy megadták magukat, letették a fegyvert, ahogy világosnál ez meg. Amikor a cintányírozó bicikliző majom eltűnt a nagyszobából, akkor már megnyugodtál, hogy jó úton vagy, tudsz jönni dolgozni. Volt vele két sárkányik és egy komodói varánusz a Viki feje körül, de ezeket elhesegettem. Ezek nagyon gyorsan eltűntek, amikor Viki itatott velem némi folyadékot. Ja, és igen, a pucér kertész is kimászott az ablak. Tényleg, mintha még egy messzelen embert láttam volna szaladni. Hát gyerekek, igen, azért ezek a balatoni elvonulások az ember barátjából, ez nem arról szól, szóval itt az ember azért legyen már értelme, nem? Legyen értelme, ha már kicsit le kell adni azért, ki kell adni a fáradat. Nem aludtak semmit, a jó szolgálati nagykövetség, amit csináltak érted egész éjszaka, az árvákat pátyolgatták, szedték a szemetet a Balaton parton, az a napi egy órás alvás, gyerekek. Hát az kikészíti az ember. Kiszámoltam, az 5 nap alatt nagyjából ilyen 18 órát sikerült aludni. Az nagyon jó. Ez nem sok. Tehát ugye 2-3-4 órás alvás. Volt esemény. Igen, az is éberalvás, nyitott szem. Hogy ki mit csinál velem. Igen, és akkor menni kell a többiekkel, szóval kell azt mondani, akkor kitölti az első kört, ígyunk, hát ott nem tudsz, szóval nem tudsz mit csinálni. Ott akkor nem mondhatsz nemet, csak a barátaid. Hát gyerekkori barátaid, csak nem sérted meg. Igen, egy születésnap, egy kocintás, még karácsonyra nem kocintottuk, boldog új évet mindenkinek, neked 3 hete volt a névnapod, boldog szülőnapod, bár márciusban volt, hát ott mindig van apropó. Ráadásul telik múlik az idő, mindenkinek újra és újra névnap, igen.
hiszen már 6 éves a gyereked. Ígyunk arra, hogy 6 éve megszületett. mindig találsz lehetőséget arra, hogy mi legyen. Kérdezik is Sanyikára. Nem tudom, de ígyunk rá. 4 perc, pontosan 9 óra van friss közlekedési híretek, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, már újra hárman vagyunk. Hát nem, mert nem, elvesztettünk egy embert. Hihetetlen, hogyha arról van szó, hogy mi hol olcs... No. Jó, ez milyen jó zene volt, egy kis zongora. Szóval, hogy igen, János teljesen. János már látja magát 600 forintból Japánban. Oda-vissza. Sri Lankai körúton. Maldív szigeteket is belejt, hogy 800 forintban. Most látja. Arról beszélnek, hogy melegített a WC ülőke, és hogy ez, itt ez az alfa és az omegája az utazásnak. Igen, és nagyon jó, el volt a Japánról, azt mondta, hogy abban is angolul el lehet boldogulni, mert nem maga miatt, hanem gyerek miatt, mert akkor ő már el tudna, és akkor ő vezetne minket, mint vakokat, engem meg az anyját. És azt mondja, hogy a japánok sem beszélnek angolul. Nem beszélnek, egyáltalán nem beszélnek semmi, nem, nem beszélnek. Azt mondja, hogy és mondom, de az éttermekben, azt mondja, nem, random kell választani. Igen, egyáltalán. Neked jó lesz. Sőt, nagyon nincs is kiírva, nekem is sok barátom van, aki azért elég jól beszél, vagy volt japán, és mondja, sansz talán vagy. Tehát kimész egy vasútállomásra, és sose jutsz el oda, ahova szeretnéd, mert igen. Egyébként nagyon nehéz. Hova menj, valahova. Szerencséd van, akkor angolul is ki van írva egyébként, vagy hát ugye azon betűkkel, ami azért egy európai számára olvasható, de hogy nem mindig tudod ezt megoldani, és ha oda mész egy japánhoz, nagyon alázatosan mutogat, és úgy csinál, mintha tudnál, mert neki ciki azt mondani, hogy nem, ezért mindenképpen segít, és teljesen hát ilyen fél önkívületi állapotban elküld valamerre, de nem jó irányba, csak nem merje azt mondani, hogy nem tudom, mert neki ez nem egy adható válasz, hogy nem tudom, hanem ő azt mondja, hogy arra, és aztán arra föl, és elindult. De hogy a másik megmutatja, hogy nem, rossz erre jöttél, arra menjél. És a másfél is. Napot el vagy egy ilyen tokiói vasútállomáshoz, mire megtalálod. Nagyon durva, nagyon durva. Hova szeretnél jutni? Durva? Igen, nagyon durva. Volt más kapcsolási pontunk is egyébként, mert természetesen szóba kerültek a felnőtt mangák is, és mondta, hogy hát volt olyan, hogy bementek egy 3 emeletes felnőtt manga palotába, ahol csak az, igen, a padlótól a plafonig, csak 3 emeleten keresztül. Csak mindenféle manga? Igen? Igen. Gyerekes, hogy valaki képregény formájában van erre rákattamva, nem? Hát ez ilyen japán kultúrának a része, tehát persze, hogy annyira sokszínű, annyira összetett, annyira izgalmas, és ugyanakkor persze beteg is az egész történet, mert valahol ebben rengeteg elfolytás van, meg rengeteg olyan dolog, ami... Tehát ők itt adják ki azt a gőzt, ami felgyülemlik a hétköznapokban, mert egyébként annyira fegyelmezettek, annyira be van osztva minden percük, annyira ki van számítva előre, nem csak a hetük, hónapok, hanem az egész életük, hogy neki kellenek ezek az őrületek ahhoz, hogy egy picit úgy érezzék, hogy élnek. Igen. Megyek a Magas Tátra felére, hogy hallgató elment a frekvencia, nem azt mondták, hogy csak novembertől szűnik meg? Köszönjük az SMS. Kecskeméten torlódás a laktanyánál. Ede küldte nekünk. Köszönjük szépen. Miami Beach-en vagyunk kez úton, és köszönöm Ákosnak, hogy 4500 forintról eljuthattam ide szállod a környékén. Jó járhatóak az utak, baleset nincs. De jó. 4500 be jutott el egyébként Miami Beach-re. Na, de sokan írják, hogy lemaradtatok a beszélgetésről. Egyrészt fixet tudjátok majd hallgatni a Best of-ban. Kettő felkerül majd a SoundCloud-ra is, meg a honlapra is. És akkor el tudjuk mondani. Ha valaki még nem ismeri ezt a SoundCloud verziót, akkor erre holnap 9 után visszatérünk, mert sokan ezt még nem használják. Illetve már a mi hallgatóink közül nagyon sokan használják, de tudnátok ezt még többen használni. Úgyhogy elmondjuk majd, hogy a SoundCloud formában való visszahallgatás mi is az, meg egyáltalán SoundCloudról egy kicsit beszélünk. Ezt holnap ne felejtsük el 9 mindenképpen, után. Mindenképpen. Jó, mert egy tök könnyen elérhető verzió, formátum dolog, és vagy a podcast, nem SoundCloud, bocsánat, podcast, és ilyen podcastok formájában lehet ezeket visszahallgatni. És hát ilyen van, annyi egy anyagot már 8-10 ezeren visszahallgattok, de sokan
sokkal többen lehetne, ha használnátok, és nagyon egyszerű, nagyon jól használható. És a podcastot könnyebb is megjegyezni, mert például a SoundCloud-ot én nagyon sokáig Jean-Claude-nak mondtam. Igen, de ez úgy szóval. Én viszont úgy mondom, hogy SoundCloud van. Na, mondod, hogy találtál valamit. Jó, képzeljétek át, ugye reggel szóba került, hogy a kérdés hallgatókével játszottam, mire szeretne rákérdezni velem kapcsolatban, hogy mondjuk milyen magas vagy, olyan alacsony vagyok, és mondtam, hogy én nem 163 vagyok a közvélekedés ellentét, mert még én látom fönn mindenhol a neten, hogy 163 cm vagyok, miközben egy büszke 165-ös. Hát azért érted, 2 centi ide vagy oda, nem mindegy, 2 centivel ide vagy hosszabb, ugye. Mármint az embernek a testmagasság. És onnan jöttem rá, hogy ez totálisan beépült a köztudatba, hogy én 163 cm vagyok, hogy van egy olyan oldal, hogy celebméter. Ne! Celebméter, az a lényeg az egész történetnek, hogy ennek van egy külföldi variáció is, ahol az összes világsztárral összemérheted magadat, a saját testmagasságodat, tehát kíváncsi vagy arra, hogy mit tudom én, ha arra lenne lehetőség, akkor például én mondjuk, mit tudom én, Kylie Minogue-gal összejöhetnék-e, ha csak a testmagasságon múlik. Ez applikáció, vagy ez egy program? Nem, ez egy honlap. Tehát egy honlap. Ez egy konkrét honlap. Uh-huh. Úgyhogy gyorsan fel is mentem, aztán megnéztem, hogy ki kell állítanak, mert hogy amikor beírod a nevedet, akkor rögtön kidob egy ilyen listát, ami rajta van egy rakás különböző celeb, vagy külföldi, vagy magyar, akár annak megfelelően, amit állítasz be, és akkor látod, hogy kinek milyen a testmagassága hozzád képest, úgyhogy én be is írtam azt, hogy Rákóczi Feri. Mit mond? Egy olyan emberre ismerne, ha szed össze van, naponta látod? Nem. Most ebben a pillanatban nem, most ebben a pillanatban Rákóczi Ferit írtam, mert én már láttam, hogy kikkel vagyok egy súlycsoportban, természetesen mit tudom én, izével Szálma Hájékkel egy súlycsoportban vagyok, és nem csak... Nem rossz súlycsoport. Hát azért... Bocsáss meg ellenzést, bár őt inkább a csúnya milliárdosok érdekli mostanában. Igen, csúnya milliárdosok, nekem nem az esetem, de sokan vannak rá. Nem tudom, hogy jó képi rádiós műsorvezetők. Na, azt mondja, hogy például a Feri mindent visz. Tehát igen? Az ő maga 196 centivel, ezt meg tudod erősíteni? Nem vagyok annyi. Mennyi vagy? Hát én meg kettővel kevesebb vagyok, 194. Hát a 6 éve. Amit Jani csak elmostak, azt hozzáadatták. Basszus. Ez a te 2 centid, Jani. Te nem én voltam. Ez szemétál. De ha esetleg csak 194 vagy, akkor is egyébként egy olyan nagyon érdekes népsorot fogok mondani, azt mondja, hogy Fábri Sándortól kezdve Kovács Stone Lászlón át, Szecsödi Karcsin keresztül, Jósi barátom, Pál Dénesen, gyakorlatilag a Feri mindenki. De várjál, csak alád tesz? Tehát föléd nem tesz? Vagy nincs fölötted? Nem, hát nincs fölötted. Tehát nem találtak senkit. Nem magyar külföldi celebet, így van. Tehát külföldit se? Ez most csak a magyar. Aha, félek, hogy a külföldiben nem vagyunk benne. Szalmahelyek mellett, vagy nem tudom ki mellett. Úgyhogy nagyon izgalmas egyébként a sztori, mert tényleg meg tudod nézni, hogy ki milyen magassági körbe tartozik hozzád képest. Szerintem tök jó pofa dolog. És akkor nézegeted, hogy vele összeállnál-e, vagy vele hogy néznétek ki? Igen. Tehát végignézted az összes neked tetsző külföldi hírességet, hogy mit a Kylie Minogue, vagy Szalmahelyek, hogy mutatnátok együtt? Igen. Aha. Igen. És jó. Felvesz egy magas sarkút, vagy nem vesz fel egy magas sarkút, akkor hogy nézel ki? És Balázs, jó beteg ki. Azt mondja, hogy na, nézzük. Én kivel vagyok egy csapatban? Most nálad össze-vissza vannak az információk egyébként fönt, hogy valójában hány centi vagy, de megnézzük. Azt mondja, hogy nézem, mert egy külön szekció, vagy csak egyetlen név van abban. csak. Igen, rajtam gondolkodik, hogy mire kiad valamit. Azt mondja, hogy nézzük csak, Sebestyén Balázs összehasonlítás, most nem írtunk be semmi konkrétumot, megnézzük, és azt mondja, hogy dolgozik a gép, nézzük el neki, Pentium. Ez ugye betölti az arcomat, vagy mi? Te mennyi vagy? 180? 180 kereken. Kerek? Igen. 180 kereken? Igen. Na, mindjárt ezt is le tudjuk csekkolni. Bocsánat, nem tudja, ezt nem érti. Beütötted az én nevemet, és megfagyott. Tényleg nem hiszem el, hogy na mindegy. Biztos, hogy kamuzik. Jó, megnézzük majd. Jó, mindjárt megnézzük, hogy kikhez képest és vagy. És be is rak egy csapatba, hogy te kikkel vagy egyben. És szépen ott van, gyakorlatilag olyan az egész, mint egy rendőrség, ilyen azonosítás, vagy szembesítés, amikor a fal elé odaállítanak egy csomó embert, és akkor az ablaknak a másik oldalában meg lehet nézni az illetőket, és ez is pontosan ugyanígy néz ki. Hát, ez halálbeteg egy. Kérdezni ezeket a saját magasságodat, hogy kivel, hova vagy. Hova vagy való, és hogy kivel hozhatna össze a sors, mert azzal nagyjából egy magasak vagytok. Ha már számítógépezünk, meg technikázunk, a múlt héten mielőtt elmentél Szabira, behoztad a Pokémont. Tudtátok, hogy te
aki pokémonos vagy, és már a barátaid, de te pokémonos vagy, ti a CIA-nek szereztek adatokat. Jaj, hagyjatok ezzel a szabad különös összeesküléssel. Persze, hogy ez van. És én is háromszöget formálok a kezemből ne, majd a műsorban, ne, és Angela Merkelhez tartozom én is, a szabad különös páholyban, és az illuminátus páholyban, akik egyébként világuralomra törnek. Mondom neked, Jézus Mária. Kamerát használsz, igen? Olyan helyekre mész be, ahova egyébként nem bennél be, és folyamatos adatokat küldesz a CIA-nek a telefon. Miről, hogy bemegyek az Iregszemcsei temetőbe, elfogni egy Pikachu. Igen, és vagy kell a CIA-nek. Stúdiójáról, aha, érted. Hát ezt a CIA becsukja, meglátja, hol dolgozunk, fejcsóvába, nem. Nem. Ez nem érdekes. Ez a legújabb összeesküvés elmélet. Nagyon jó. Hogy a CIA találta ki a Pokémon. A Pokémont a CIA mi találta ki, letöltöd a telefonodra, és ugye onnantól kezdve kapcsolva kell álljál a világhálóval, hiszen az rakja föl neked a Pokémonokat a monitorodra, vagy a kis képernyődre, de te ugye közben nézed a környezetedet, tehát bárhol vagy, te adatokat szolgálsz. Tehát én a kettőt találta ki? Azt nem tudom, nem ott találtam. Ott mostanában nagyon megy ez a szabad különös összeesküvés dolog, meg illuminátusok, meg nem tudom. Láttam, hogy mindenki, aki esetleg összerakja a kezét a melle előtt, az már egy illusztris páholy tagjaiba tartozik, világuralomra törnek egyébként, és menekültek el, árasztanak el bennünket. Láttam, azért piramis, ott a lovak közé dobták a gyeplőt. Piramis kell formázni, és akkor már benne vagy. Igen. Én azt hittem, a tények már nem tud meglepni, de azért. Azért most megint húztak én a jót. És azt láttátok, hogy az RTL az összes műsorvezető szintén összetett kézzel búcsúzott el? A meteorológusról Erős Antónia mindenki? Nem, véletlen. Talán ők is a páholy tagjai, vagy üzentek, hogy szeretnének a páholy tagjai, lenni. Én már egyébként nem pokézok, tehát én azt mondtad, egy napos visszajöttem, volt. Megcsáltam, de én nem, nekem ez nem elég addiktív, én erre nem tudtam rá. De nagyon sőt, az alkalmazást is letöröltem. És mondom, hogy a tegnap előtt elmentem egyet bringázni, biciklis pokémonozás van. Az a bringán keresi a Pokémon, tényleg? Az igazi hülye, ugye? Az igazi hülye ült fönt, és nézte a telefonját, és úgy ment az úton. Ott most tudod, mi van, hogy balra van egy Pokémon, elránt oda izét a kormányt, és véged van, mert jött egy autó. Hogy, hát el kell engedni, vagy el kell ejteni, hát ha ott van. Hát azért, nevére sem emlékszem, hogy kiket találtunk, mi volt az a tüzelő farkult, hogy hívták? Csermandernek hívtuk. Mi? Teljesen helyes a kiejtés, nyilván tudatos a Csermander, de hogy ő a tüzelő farkú. Én nem tudom, egy napig csináltam, de valahol... Összeszedted az összeset, aztán... Begyűjtöttem néhányat, dobáltam ezt a labdát, pörgettem. Ne felejtsük el, Balázs a fiatal Chuck Norris. Összeszedted az összeset. Én vonalas telefonnal begyűjtöttem az összeset. Sőt, úgyhogy... több, mint az összeset. Igen, és plusz kettőt is találtam, aminek még a nevét se tudják. Na mi van, mit ír? Nem, be se azóta? Tölt. Hát ennyi, most gyerekek. Mindenki magunkat azzal, hogy ez nyomorult, azóta nem tudott fölmenni az oldal, nem tudta frissíteni. Mindegy, nem érdekes, ha majd valamilyen múzeumban, az informatika múzeumban majd elhelyezik ezt a laptopot. November után berakjuk. Most már ne vegyünk erre a kis időre, ne vegyünk újat. Ja, sebes. Az elmúlt 9 évre nem vettünk újat, úgyhogy igazából most már ez a veszély nem nagyon fenyeget. Na jó, van, játszunk egy okos hármasugrás, már itt is van a hallgatónk, ha minden igaz. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Feri belejött az internet használatba. Hát nekem úgy csodák vannak itt. Gyerekek, nem, de... múlt héten behozott egy 4 éves videót, ma már tudja, hogy pokémonoznak. Hát, ma már egy friss dolgot ennyi. Hozott be, hogy pokémonoznak a CIA-nak. Pokémon az IV-ben. Tényleg, vagy még IV-ben, Feri? Ezzel bejelő jelek. Mi van, elpasztoltad már az Amigádat? Most, hogy bekötötték Feriékhez az internetet? Figyelj, most már 186-osom van. Beszálltál az internetbe. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok, Szabolcs vagyok. Szabolcs, hello, honnan hívtál minket? Sziasztok, Budapestről. Budapestről mit csinálsz ott, vagy itt? Jelenleg, hát éppen próbálok leparkolni, mert kocsiba ülök, de mai napon éppen szabadnapos vagyok, amúgy a vendéglátásban dolgozom. Ó, mint? Micsoda? Mint üzletvezető. Üzletvezető, merre? Egy bevásárlóközpontban. Egy bevásárlóközpontban dolgozol, mint üzletvezető. Ez egy bevásárlóközponton belüli étterem? Így van, pontosan. Uh-huh. Jó, és akkor a Szabi napi. Akkor mit csinál az ember? Hát most sportolni voltam, most éppen az uszodából jövök hazafelé. És hát napközben van egy-két elintézni való, este megint egy edzés. Na, nagyon fit vagy. Mi nappal úszol, este mit csinálsz? Este futni fogok. Törölközi. Igen. De mi ez, triatlon vagy mi? Bringa? Pontosan, teli találat, igen. Hát ennyi. Igen, triatlanozom. Készülsz valami komolyabb versenyre jelenleg, vagy?
Most volt szombaton egy komolyabb mondható verseny. A Nagy Budapest, igen, az ugye a fele volt a nagy adagnak, tehát mindennek a fele. Így van, ez egy féltávú triatlon verseny volt, és azt teljesített. Ezt hallottad, hogy a Péter indulni akar a Hawaiin? Bizony, vele készülök. Tényleg? Igen. Az ember elképesztő. A Hawaii Iron Man-en? Így van. Miért ott még nem indult? Dehogy nem indult, csak most az a célja, hogy az 50-esek felett győzzön. 10 év nem sportolás után, túlnyúlás, hízás, stb. Hát nyilván egy kicsit többet foglalkozott ugye a családdal, meg üzlettel, meg stb. 10 éven keresztül nem sportolt semmit, és most visszatért. Most harmadik lett a saját kategóriájában a hétvégén, de a Hawaii Iron Man-en első szeretne lenni, és már megint edzésben van. Hát akkor az a legdurvább a Hawaii Iron Man. Hát ez raknak a nyakadba, a kezedben nyomnak kókuszdíjokat, szívószállal, nem? Persze, és az Over the Rainbow-t éneklik mindenhol. Irkú Nakamazi nevében, vagy ki volt az a csávó. Milyen jó dal egyébként, és milyen jó hangja volt, nem tudom. És egy nagy darab, hát egy 180 kilós ember. Igen. Olyan furi volt hallani a hangját, és utána megnézed a klippet, aki énekli. Mi volt a neve? Kamikaze, nem tudom, mi volt a neve. Figyelj, Szabolcs, mennyi most a távot? Tehát ilyenkor pedig elmész úszni, vagy délután bringázni, ez mit jelent? Nekünk földi halandóknak, csak hogy értsük, ilyenkor mennyit úszol? Hát egy úszóedzés, egy 2000-2500 méter. Na, hát ezért az... Azt nem gyerek. Tiki-taki. Faltól falig egy 50-esbe azért az kell egy kicsit. Hát ez egy órás edzésről van szó. És este? Este pedig egy 10 és 15 kilométer közötti futást tervezek. Uh-huh. És ez napra. Minden nap? Nem, minden nap nem tudok kettőt edzeni. Ha említettem, hogy a vendéglátásban dolgozom, ez egy elég hosszú munkanap, akkor max. Egy kora reggeli edzés fér bele. Uh-huh. Azt a mindenit. Na jó van. Jó vagy. Milyenek a kérdések, Szabolcs? De nem tudom, hogy mondj valamit, szerinted milyenek a kérdések? Hogy tetszenek az eddigi kérdések? Hogy tetszettek? Milyen volt tegnap előtt? Ez az első kérdés. Hármat is megválaszolom. Azt tartom, hogy kicsit nehéz. Igen, ez volt az első kérdés. Milyenek a kérdések, Szabolcs? Igen, második kérdés, hogy mint ki? Igen. Jani, teljesen abszolút vihető, barátságos. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Mi India hivatalos fizetőeszköze? Hóha, India fizetőeszköze. Hát ez nem nehéz. Hát ez valóban nem egy bonyolult kérdés. Akkor már a telefonodnak. Igen, az internetnek biztos. Erre tudni kéne a választ. Meghúz az időt! Meghúz! Mondj valamit! Indiai mi? Indiai... Dirham? Ne, jó. Nem hiszem. Nem elfogadtadjuk, hát nagyon jó arc vagy. Éreztük, hogy próbálod meg beizzítani a netet gyorsan, de... Nem, sajnos nem, semmi. Nem, nincs, nem vagyok megközelben. A dirham az más, az emírségekben van. Igen. Emírségekben. Igen, az Egyesült Arab Emírségek dirham, ha jól mondom. Ez ugye hát a rúpia. Rúpia, persze. Hát. Igen. Ajjajajajaj, ezt tudni kellett volna. Dirham. Arra felé van a dirham, és csak kicsit arrébb. De se baj, igen. Földrajzilag nem jártunk messze. India még egy kicsit arrébb, igen. De nagyon erősen húztad az időt az elején. Volt egy kis telefonnézegetés, vagy csak tényleg gondolkodtál? Nem. Aha. És nem volt egy segítő SMS, egy segítő WhatsApp üzenet, semmi. Próbáltam kútfőből, de... Nem sétáltál a Yoshi barát. Kevés. Így van. Na jó, oké. Okay. Köszönöm szépen a játékot, srácok. Figyelj, hát maga a beszélgetés és a felvezetésed hosszabb volt, de érdeklődtünk. Igen, abszolút. Igen. Sok sikert. Nagyon szépen köszönöm. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Gyors volt. Illetve a beszélgetés hosszabb, a játék utána már egész gyors. Maradt két kérdés. Dirham, Abdurham. Dürem. Igen, Izrael Kamakavívó Olé, ez volt az ő neve. Az Over the Rainbow című dal. Meghallgatjuk? Ölelkezve, smárolunk? De jó. Hát a smárt nem is ered? Izrael Kamaka. Kamaka Vivo Olé, ez volt a neve. Egy 300 kilós brutál nagy darab csávó, aki úgy énekel, mint egy téglával összecsattatották volna helyét. 8 évesen. Ekkora ukulelével. Ukulelével nyomja, úgy énekel, hogy megőrülsz egyébként. Az ukulele az nem egy ilyen értelmezhetetlen hangszer. Tehát, hogy de amikor a nagyja azt mondja, hogy adod a szemvégét, ukulele. De ismered a dalt, nem?
Reklám. Nincs meg a dal se? Egy kicsi reklám után? Na, mindenki, na, na. Fecsírsz annyira jól. Kicsit lassúzzunk. Fél tíz lesz pontosan, 2 perc van. Jövünk mindjárt. Várj, most akkor hány centi vagyok? Mondd már meg, még mindig nem? Semmi, nem tölt be. Nem ért, hogy jelk sapkát vagy pasztafolyt. Mondd meg nekem a második kérdése, milyen jó, az hány centi vagyok. Azóta nem tudta betölteni az oldal. Lefagyott az oldal valószínűleg, mindenki elkezdte. Ja, persze, jaj, jó kis gép vagy semmi. Nem, jól van. 2 perc, pontosan fél tíz, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatban. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Dream that you did to, oh why can't I? Na, engedd el a fenekem. De szépen lassúztatok. Ez NMH-sztori meg még, ez is mindjárt elsírom magam. Ő volt, na megvan. Jó zene, szóval néha meghallgatni tök jó, és zseniálisan énekel, vagy énekelt, hát szegényként már nem érde, hát ez a dal, ez egyébként szerintem. Nem tudnánk Gyulát beöltöztetni? Hasonló típus. Gyula bejönne itt reggel egy ilyen kis ukulelével, minden reggel előadná nekünk ezt a dal. Vigyámak legyünk és boldogok. A hatalos ujjaival fognak is pengetőt. Akkor még novemberig sem bírnám. Más szeptemberben. Hozás közben kötötte fel magát a Morningsóáron műsorvezetője. Igen. A régi pénzverde kertjében. Józsi, annyira szép volt ez a szám, egy 100-as papírcsemkendőt elhasználtam. Mekkora nóta üvölt az egész lakópark. De tényleg jó, szóval hogy néha lehet ilyet is hallani, hogy hallgatni. Na, mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Vendégünk volt Ákos, aki vezet egy honlapot, vagy visz egy honlapot, egy szenzációs dolgokról mesélt nekünk. Ő egyébként egy kincs a Facebookon, így terjed az emberek között. A legolcsóbb utakat találja meg, és teszi közzé az ő Facebook oldalán. Egy fiatal srác, aki ugye programozóként dolgozik, 27 éve szoftverfejlesztő, és hát rájött arra, hogy lehet a lehető legolcsóbb utakat megtalálni, pár ezer forintból utazik, és egyébként nem információ ír így, mert közé is teszi az ő honlapján, vagy Facebook oldalán ezeket az utakat. Tényleg szenzációs dolgokról mesélt nekünk, hogy találja meg, milyen kereső robotokat állít rá az utazási irodákra, és hogy jön rá, hogy tulajdonképpen 8-10 ezer forintból hogy lehet eljutni akár Japánba például. És teljesen legális dologról van szó, egyszerűen csak rengeteg információ van a birtokában, köszönhetően a robotoknak. Igen. És felhívtuk korra reggel Tombor Zsuzsát, a Barátok közt casting direktorát, mert hogy újra castingol a Barátok közt, de nem is ezért, hanem sokkal inkább azért, hogy mondja el nekünk, emberek hogy viselkednek a castingon, hogy viselkedtek a régi nagyok, akik immáron ugye befutott színészek lettek, és aztán hallgatók is írtak nekünk, hogy ők milyen castingon voltak, és ott mit kellett csinálni. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show, a Klassz FM-en. 3:40 múlt pontosan 3 perccel. Itt vagyunk. Már is Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Mi a helyzet? Minden rendben? Minden oké, okay, minden rendben van. Én nem figyeltem eddig, de neked nagyon megnőtt a hajad. Igen? Hát most ki vagy te az apja? De nem, tehát nem, csak hogy... Nem, csak így pont múlt héten volt ez, hogy a Feri visszaszokott, és neked így automatikusan ettől? Igen. Vagy? Ahogy segbelőttük a 10 centit, ott azonnal. Ja. Amikor az Airsoft fegyverrel lelőttük, akkor azon 10 centit megugrott a hajam. Nem, most eszembe jutott rólad ezzel a borostával, George Michael 86-ból. Egy nagy kereszt kellene még a füledbe. Nagyon jó hozzátok visszajönni. Az a szeretet, ahogy várjátok az embert. Az áldás, az ifjú Chuck Norris tőlem azért az egy hízelő volt. Az reggel ezt is megkapom. Nem érdekel, George Michael milyen jó képű srác volt 86-ban. Énekeljek csak Last Christmas. Last Christmas. Ne. De nem, ez már a Faith. Ez már az időszak bölcsekével, persze. Igen, le kell már, elmegyek majd. De nem, lusta vagyok. Lusta vagyok. Aztán maradhat. Nem, én sem. Engem zavar. Én sem szeretem. Te is úgy nézel ki, mint Billy Idol a rehab után. Billy Idol még mindig nagyon jó. Még mindig benn van. Neki az élet egy nagy rehab. Ő milyen szálkás csávó. Hát nézzétek meg egy koncertfelvételt, hogy filmesztem, hogy nyomja. Keveset kell hozzá enni, sokat így. Igen, az italhoz nem illik semmit. Hát, hogy ez a fajta szálkásság, ez nem az a fajta, ami mondjuk Rubin Trégának van, érted? Igen, de aki annyit inna, mint amennyit most te mondasz a Billy Idolról, az nem tudna így kinézni, ahogy ő. Én megvédem őt. Igen, Billy Idol soha nem dehidratált. Az alkohol elvonja sajnos a vizet. Igen. Igen, tehát én is csak a fröccsel vagyok nullán, tudod? Hát, hogy amit elvisz, azt vissza is hozza. Na és mi ez, Csabikem? Szereztél már Express előfizetés november utána?
Express előfizetés? Hát, friss munkák, új lehetőségek. Nem, a Vaterán árulja magát. Alig csak, hogy lásd, hogy milyen műsorvezető. Igen, lásd, hogy milyen munka lehetőségek vannak. Na jó, nem kell erre válaszolni. Hívjuk a naphallgatóját. Nem is tudnék minden. Nem csodálom. Egyébként. Hallottam a híreket nyaralás alatt is. Kiteszed a lábad az országban. Azt rögtön ez tök jó. Tök jó így nyaralni, legalább várhattak volna két napot. Hello, jó reggel, ciao, morning show, szia! Balázs. Ó, nem hiszem el! Sziasztok! Hello, nem írtad alá, hogy hívnak? Robi vagyok. Robi! Hello, írtál egy SMS-t, aztán elfelejtetted, hogy ilyenkor szoktuk hívni a naphallgatóját. Nem hiszem el, hogy ti vagytok gyerekek. Pedig de. Mi vagyunk, Robi. Köszönöm szépen. Jó, nem is az ajándék, csak úgy jó. Nem is hittem volna, hogy itt fölhívtok. És nagyon sok ilyen hallgató van, aki mindig csak ír, kicsit számunk ér, sose hiszi el, aztán mégiscsak becsöljünk. Te nem kértél számon, csak küldtél egy SMS-t. Merre vagy éppen? Én most dolgozom Füreden. Füreden? Mit csinálsz Füreden? Hát. Itt dolgozom a hajógyárba. Ott vagy a füredi hajógyárba, azt a mindenit nekünk. Hallom, hegesztetek? Éppen hegesztetek valamit. Itt igazából nem hegesztés folyik összeállítás, nem összeállítás, előgyártás. Előgyártás, aha, csak olyan, olyan volt. Hát... Hoppá, mi történt? Valaki elütött a targonca? Valakire rádölt így raklap? Azt a mindenit, milyen hangok vannak nálatok. Jó, már Robi, figyelj, te vagy a naphallgatója. Köszönöm szépen. De nem tudunk ajándékcsomagot adni, mert nem mondtad, ugye? Hát elmaradt. Megértem, igazatok van. Meddig tart ma a műszak? Kettőkor megyek haza. Na, hát akkor ez majd rövid nap, nem? Ja. Igazából mindig eddig vagyok. Hánykor kezdesz? 6 órakor. Ah, nem olyan rövid. Azért ez nem olyan rövid. 6-tól 2-ig. Robikám, köszönöm, hogy minket hallgatsz. Kitartás neked a mai napra. Köszönöm szépen, sziasztok! No. Mondd el mindenkinek, hogy mi voltunk. Most megyek körbe. Oké, okay. Ciao. Köszi, hello! Szia, hello! Szia. Hello! De jó, amikor így örülnek, ah, nem? Nagyon még jó. Így is, hogy nem nyert. Igen, igen. Mi újság, Csabikám, milyen zenék lesznek? Csak azért hozom nektek ezt az előadót, hogy bele tudjatok kapaszkodni a nevébe. Egy amerikai énekesnőről van szó, kétszeres Grammy-díjas már egyébként. Colby Kylett. Colby. A kis Csabai Colby. Nincsenek olyan nagy újdonságai, viszont az egyik legnagyobb slágerét hozom. 2010-ben azon a lemezen volt, amiért mondom, kétszeres Grammy-díjas lett, és I Do ez a cím. Egy jó kis vidám, ilyen nyári. Nem mondom, hogy Jani kedvence lesz, de lehet, hogy neki is mosolycsal az arcára. Nem, mert Feri kedvence lenne. A jó Colby koncert tudunk adán. A Feri lenne a koncert arca. Jöjjön elő, és Colby arca. Igen, Rákóczi Ferenc is minket támogat. Igen, megválasztanának az esemény arcának. Jó, van, milyen volt a fiúkkal? De nagyon furcsa élmény volt, hogy korán kell, hogy beszélhettél. Ja, fiam, korán kell, és nem akkor még gondolt. Fiatal volt, és igen. Kellett neki a pénzt. Az elmúlt 10 évben nem beszéltél ennyit rádióban, mint tegnap. Jó, ugyanezt mondta Jani. Folyamatosan, igen. Fura volt, hogy a harmadik bővített mondat után nem kell abba hagynod a gondolat mellett. Ugye? Én abba hagytam mindig, csak aztán mutogattak, hogy fura volt a fejezem be a mondatokat. Még csak 20 másodperc, ne zárd le, ne zárd le. Mondd tovább, mondd tovább. Mindig úgy, hogy 20 másodpercenként egy picit elakadt a szava, mert arra várt, hogy habzószájjal berohan Csiszár Jenő. Azok az idők már elmúltak. Igen, és azt se kellett megkérdezni, hogy kinek küldöd. Igen, ugye Csabinak a kívánság műsora viszonylag limitált a megszólás ideje, mondjuk azoknak, akik talán nem ilyen füllel hallgatják, hogy észre se vették. És hát reggel a zene a lényeg. A zene a lényeg, persze, mert napközben azért már egy tök más típusú rádiózás kell az embereknek, joggal egyébként, mint azt reggel. Mondják, ahol... Napközben elkapcsolnak, ha az ember sokat beszél, így aztán én visszafogom magam, és inkább csak zenélek. De Csabinál több egysoros idézetet senki nem tud az országban. Viszont tök jó volt itt ülni, és így kicsit részt venni ebben a folyamatban. Egyetlen egy ilyen lyukrafutás volt, ugyanis nem kaptam meg én előre a forgatókönyvet, bár akkor sem mondtam volna le a szereplésem, de ugye kiderült itt, hogy 9 után jön Kozsó. Ugye? Ez nem volt. De lehet, hogy neki mázli, hogy te nem voltál. Sok nem, meg nem, én azt hiszem, hogy nekem. Én egy halksójjal kiszed, nem is fölnéztem, és mondom. Köszönöm, hogy nem ma. Hogy nem ma van a Laci. Szép fotbali. De jól intézted, hogy csak csütörtökre jössz. Gyönyörűen csináltad. Igen, nincs vele bajom, tehát én azt gondoltam, hogy akkor elbeszélgetünk a zenéről, de hát a ti műsorotok nem erről szól. Tehát, hogy a zenéről nem nagyon tudtunk vele beszélgetni. Hát de miről? Már mindent tudsz, ami zene. Tudnék magyarul? Vagy már csak angolul beszél? Nem, csak akcentussal beszél, viszont indiánul gyönyörűen. Így van, gyönyörűen olvas. Igen.
Régen őket bezárták, most már ugye kiengedték. Így van, sajnos szabadon vannak. Igen, szabadon vannak. De hát, ha a gyógyszerészek kezeli, akkor... De mekkora szemetek vagyunk, hogy most rúgunk bele be ezeket? Nem, én nem voltam itt tegnap. Egyébként a Kozsónak... Simogattuk ám, hú, de simogattuk tényleg. 20 éve ilyen a viszonyunk. Kicsit megmarjuk, de mikor följük, vagy itt nincs vele gond. Vagyunk csak akkor harap, hogyha bottal böködök. És te csak kavicsa dobáltak. A Kozsó is azon arcik, mint tökre bírja és röhög rajta, szóval, hogy azért... Aki rajtunk megsértődik, gyerekek, az magára vessen. Csabikám, jó munkát neked! Köszönöm jó. szépen! Nagyon jó. elkapattad magad tegnap, szoftjál vissza a 20 másodpercet, jó, hogy ezért az ne legyen belőle balhé. És újítasd már fel a tetkóidat, mert tűnnek el a karodra, most már csak egy ilyen paca látszik, ott nem lehet elolvasni már normálisan, hogy mufido már. De végig sikerült. Finom elolvasni, jól van. Na jó van, Csabi, a kívánság műsorral 555-55-00 az SMS számunk, úgyhogy kérjetek tőled. Tömegkarambol 60, utána az M3-ason. Hello, Júli, ezt sokan elküldtétek nekünk, köszönjük szépen, vigyázzon mindenki. Nagyon nagy baleset. Kérdezitek is, hogy miért állt az autópálya. Hát ezért azt mondja, hogy 60 után Budapest felé miért áll az autópálya. Mi történt? Meg is jött a válasz. Nagyon nagy baleset van. Nagyon nagy baleset. Tömegkarambol 60. De ott ráadásul valami felújítás is volt tegnap, úgyhogy elképzelhető, hogy abba szaladtak bele. Igen, rendőr, mentő, tűzoltó most ment, ezt Dadán küldte nekünk. Áll a forgalom, mindenki megállt a benzinkút után az M3-ason. Szép. Pest felé, úgyhogy próbáljátok kerülni. Jó? Csabikám, neked jó munkát, mi holnap 6-kor érkezünk. Ciao. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.